Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Na, azt mondja, sziasztok, Balázs Feri és Jani, nagyon jó a műsorotok, jó, hogy minden témával foglalkoztok, emiatt is szeretnék egy kéréssel fordulni hozzátok. Nemrég megismerkedtem egy úriemberrel, de valami miatt megszakadt közöttünk a kapcsolat. Végső elkeseredésemben kérem tőletek azt, hogy olvassátok be az üzenetet a számára. Tudom, hogy ő is nagyon szereti a műsorotokat, nagy rajongotok, és sok erőt adtok neki, mikor egyedül rója az utakat. Ez az utolsó reményem, hogy legyen közöttünk újra kapcsolat. Kérlek, segítsetek. Nem olyan, mint Leila, amikor ugye előbb a Dartudétumban. Jön az utolsó reményünk. Köszönöm szépen. Az üzenet. Drága szerelmem, tényleg olyan vagyok, mint aki eszét vesztette, se térképem, se iránytűm ehhez az érzéshez. Kaptam tőled szárnyakat, de nem tanítottál meg repülni. Szerettem volna kapni tőled egy esélyt, hogy kimutathassam, mennyire szeretlek. Szeretnélek megtalálni, hisz oly régóta vártam rád. Jó lenne, ha visszajönnél és velem maradnál. Csak csókolnálok, szeretnélek, mint azon az éjszakán. Mi történhetett? Gyönyörű. Várlak, szép asszony, ez az aláírás. Ja, igen, 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 ezt lehagytam. Egy csomó kamionos most a levegőbe csapott, hogy végre mondd nekem neve, jött üzenet. És most játék. Tudtam, Perka, hogy visszatérsz. A legfontosabbat hagytam le, tudod. Igen, várlak, szép asszony. Hogy valaki eltűnik? Tehát, hogy mi történik? Tehát van egy ominózus éjszaka, próbáljuk ezt megfejteni, ezt a dolgot. Van egy ominózus éjszaka, és aztán egyszer csak valakinek kilép az életéből? Ez hogy történik? Igen. Itt azért voltak dolgok, ugye? Csak csókolnálak, szeretnélek, mint azon az éjszakán. Hát lehet, hogy az úriember egy éjszakás kalandban gondolkodott. Aha, értem. Ne haragudj, szép asszony, bocsánat, hogyha ezt én kell, hogy megmondjam, de nekem ez úgy tűnik. Tehát, hogy van egy éjszaka, itt egy konkrét éjszakáról ír a szép asszony, hogy ott megtörtént dolgok. Nem, Feri, nem. Itt kapott egy melót, egy Irkutszk oda-vissza. De szépen mentesz. Nem, biztos, hogy nem erről van. Nem egy éjszakás kalan, hosszú meló. És Vlagyivosztokba kellett vinni valamit. Igen, kétszer. Vlagyivosztokba kétszer. Szóval nekem egy kicsit ilyen, így tűnik. Nem akarom én megforgatni a szép asszony szívével a tört ezzel a mondattal, de nekem ez nagyon egy lelépős. Hány nőt vigasztaltál meg azután, hogy ezt így elmondtad neki annak idején még a fénykorodban, Ferenc? Számolatlanul síró nő, mencsvára voltam én. De itt az a szemétáll. De itt a kanalas orvoság. Nyugodj meg. Semmi gond. Nyugodj meg, édesem, semmi gond, igen. Szóval hogy valószínűleg neki volt valaki, volt egy éjszaka valahol, majd hazament az ő kis párjához, feleségéhez, és itt hagyta leányzót? Azt nem is tudjuk, hogy van-e neki párja vagy felesége, de nekem egy ilyen elvitt hagyós. Mert Balázs mélyítő alba szakadékolt, ráadásul nős. Szerintem nős és gyermekei vannak. Amit te nem mondott el. De akkor itt valószínűleg az lehet, tehát nem úgy szakadnak a kapcsolat, hogy elhagyták a telefonszámot, és akkor segíts nekem kapcsolatba kerülni vele, hanem az lehet, hogy hazament. Na jól van. Megoldottuk akkor ezt hát, is. Hát, nem reméljük, jól. Hogyha esetleg tényleg hallotta az illető, és magára ismert, akkor írjon már vissza egy-két mondatot, jó? Vettem az adást, sajnos. Az a bőt, ott hány kamu fog jönni, én vagyok. Hagyjátok meg a számát. Picit ezért is mondta. Józsi vagyok. Enyém a szép asszony. Jövőt a második éjszaka, este, nappal, nekem tök mindegy. Mondjátok, hova kell venni. Érzelmeket tapostok, lábbal, sáros nem, lábbal. Nem, én most csak, én nem. Jani. De hogy is, hát én voltam olyan rendben. Anna egy pillanat, fél három. Igen. Van, aki azt kérdezi, mennyit adott kölcsön, szép asszony. Nem, én próbálok segíteni, csak próbáltam elképzelni magát a dolgot, hogy miért lehet az, hogy valaki egyszer csak lelép. És hát én csak segíteni szeretnék a hallgatónak, hogy hát szóval arról van szó, hogy itt valószínűleg a pasinak volt valakije, igen. Nem? Hát csak ugye a hölgynek sikerült beleszeretni a srácba. A srác meg ugye megkapta, amit akart, és hát így rálépett a gázra. Igen, te Tereza. Így van. Tovább nyüstölte a tahográfot. Nincs benned semmi romantika. Nincs benned semmi emberi ajtó. Semmi emberi. Ezen a sztorin. Semmi emberi nincs benned. Jó van, Tereza, én elolvastam az üzenetedet, mert benne még maradt valami jó. Én segítettem. Igen, neked. Balázs volt az, aki segített. Remélem, hogy megmarad. Vagy fölbukkan. Jó?
De Bari mondta, hogy meg neki, hogy vezetek és ne zaklasson. Szatyi, de rohadtépnek. Igen. A faszinős vagy élettársa van, ez tuti tapasztalatból írja valaki, illetve jönnek az SMS-ek, visszament a börtönbe. Egy napos eltáv volt, vagy mi? Igen. Szegény asszony. Ja, Istenem. Elmeszöltek itt engem egy távmérésnél. De most, most ne hagyjuk így ezt a történet, ja, hívjuk föl, okay. Csak egy mondat erejé, most már érdekel. Most már nem veszi fel. Tessék? Nem fogja fel. De most már érdekel ez a történet, hogy most már mi volt itt. Na most, ezt most már nem illik így hagyni. Csak egy pillanatig. 2-8-93. Itt vagyunk. Na, nem, most már kérdezzük meg, tényleg, ha most már beolvastuk, jó. Kérdezzük meg, hogy mi a helyzet. Hát, ha tudunk valamiben tényleg segíteni. Szép asszonynak hívja. Tereza, nem így hívták? Tereza. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Jó. Köszönjük. Vedd fel. Csodálkoznék, ha hallottam. Na, sziasztok! Hello, szia! Jó reggelt! Hello! Tereza, hello, itt vagyunk. Nem én vagyok, hát képzeljétek, hogy az a nagy helyzet, hogy én ezt édesanyukámnak a kedvére továbbítottam, mert ő az érintett az ügyben. Mama! Tényleg? Igen, a mama. Itt van. Édesem, és akkor te közvetítettél a mamádnak egy üzenetet, mert mama picit ki van? Így van. Aha, és ha tudhatjuk, hogy mi történt, vagy hogy ő kit keres? Mert itt ugye próbáltuk megfejteni. Ez egy free story, ugye? Tehát nem a te apukád a kamionos, aki áll. Nem, de honnan tudjuk, hogy kamionos. Igen, egyébként. Tehát nem az elveszett apukát keresjük. Igen, egy 35 évvel ezelőtti augusztusi délutánon kiléptél az életünkből. Hát igen, egy részeg éjszaka után. Igen, hát ha hallgatod a Balázsékat, ki tudja, merre az ifára gázt adott és elporzott Záhony felé. Na, csak hogy miben tudunk akkor segíteni a mamának? Tehát ki az, akit keresünk? Hát ezzel már tök sokat segítettetek igazából. Mi tudjuk, hogy mit, vagy ő tudja, hogy kit keresett, csak egy ilyen üzenet lett volna számára. Uh-huh. Aztán, hogyha meghalotta, akkor az ugyanak örül, ha nem, akkor meg majd. És mama még ilyen fiatalos, hogy ilyen friss kapcsolatokat bonyolít, ha érted, hogy mire gondolok? Tehát mama így belehásított a szombat estében? Hát mondhatjuk így is, igen. Tényleg? Hát mama nagyon lendületes. Nagyon. Mama nem túl. Most nem úgy értem. Most neked, mama. Gondoltam, hogy egy 83 éves Trabanttal közlekedő kis eredmény. Jaj, aranyom, ha utol érnének, úgy elkaptál a pénzt. Hol ismerkedtek meg? 90-nel mérelőző. Valakivel meg kell öregedni, gondoltam a mamát. És hova jár mama? Arról tudhatunk valamit? Hogy hova jár? Hát, hogy hol ismerkedik a mama, vagy hogy kamionos bárokban. Hol történt nem, a dolog? Nem ismerkedik, ez nem így történt, ez egy hosszú éves dolog, tehát, hogy így nagyon sokáig udvarolt neki ez az úriember, és akkor így eljött ez a ominózus dolog, amit említettetek, és akkor így eltűnt. Udvarolt. Kitartó volt, udvarolt, majd egyszer csak egyik pillanatról a másikra eltűnt, mire mama pont érzelmeket kezdett táplálni iránta. Így van. Hát így és van. Ugye megtörtént az, aminek meg kell történnie, ugye? Jól értettük. Az mi? Ja, igen. Hát összeszerelmesedtek. Na, sokszor csókoltam. Hát az mi, szerinted? Igen, hogy megtörtént a dolog, és utána a pasi lelépett? Igen, hát ő külföldön dolgozik egyébként, és akkor, hát figyeljetek, bonyolult az gyakorlatilag ez a gyereki utána, de legyünk inkább barátok, mert utána még tartották a kapcsolatot egy ideig. Ja, értem. Aha. És akkor egyszer csak itt tényleg, mintha semmi se történt volna, minden kapcsolat megszakadt, és akkor ennyi. Vagy hát illetve megszakított. Értem. Mennyi idős az anyukád, azt tudhatjuk? Ő 44 éves lesz. Na. Friss. Akkor te mennyi idős vagy? Hány éves vagy, igen? Én 23 éves vagyok. Segíts, Feri. Most megy a hangos. Hallottad, hogy hangosan gondolkozunk? Én leakadtam. Nekem ez elég volt így hétfő reggel. Én ezzel 10-ig el vagyok. Jó. Hát én most ezt kimegyek és átszámolom még egyszer. Aha, tehát hogy akkor tényleg nagyon fiatal az anyukád. Így van. Megbeszélem most otthon. Most csak azért mondjátok, hogy nagyon fiatal, mert állatok. Mondd még egyszer, hogy azért mondjuk, hogy nagyon fiatal, mert? Mert állatok is az átlag életkor. Hát persze. Így a mamától.
Tehát, hogy... Hát konkrétan annyi idős, mint a Jani meg a Feri körülbelül. Így van, tehát, hát így... éppenséggel... De ott a nem annyira rugalmas, de megvigasztalnál. De beszélhetünk róla. Tudok alternatívát a mamának. Nincs jobb simben. Ha esetleg gondolod. Nem jön be a... Okay. Igen, sok tengelyessel járok én is. 50-es villamon. Hát meg, akkor mondd meg neki, hogy csokoltatjuk és egy kitartás. Hát ez egy nehéz dolog, amikor így a pasik eltűnnek. Hát ez így. De ne reménykedjen, vagy. Szóval azt tudom mondani. Igen. Tehát lehet, hogy ez egy kamionos. Nem erre gondolok, hanem, hogy ha valószínűleg így tűnt el, és ő így tudott kilépni az életéből, és nem is ad semmiféle jelzést magáról, akkor hiú ábrándokat kerget a mamát, ha reménykedik. Tehát ebben valószínűleg ennyi volt. Egy szemét gazpasi, aki udvarolt, majd megtörtént, aminek meg kellett, és utána lelépett. Sok ilyen pasi van, de ne is nagyon reménykedjen, mert nem fog jelentkezni. Tehát ez a bántó fájó igazság, de szerintem ezt jobb kimondani. Hát így van, én megtettem, amit kértek, igen. Neki kell a kis lelkével elszámolni. Téged mennyire szomorít el ez az eset? Hát, János ma nagyon vigasztalós hangulatában van, egy agyalánya. Csak humorizálom. Igen? Oké, hát nekem mennem kell dolgozni, úgyhogy nem is érek rá itt. Jó, mennyi? Mit dolgozol? Azt tudhatjuk, mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Én egy bankban dolgozom. Egy bankban dolgozom. Jól van, jó munkát kívánom neked. Ne, ezek után ne menj! Csokoltatjuk a mamát, kitartás? Jó, oké, köszi szépen. Ciao, hello. Gyerekek. Igen, hát ez sűrű megtörténik el. Nem? És miért 21 éves korában szült? Azért ez nem egy olyan... Emlékszel téged is? Micsoda? Hogy ott adjott ez a török kamion? Jusszuf! És hetekig álltál az út, és Jusszuf! Több méltóságot kérek. És együttérzést a hallgatókat. Ez egy... A hallgatók is akkora rodikok. Megyek, mama írta gumikat. Drága hallgatók, a másik két férfinak velem szemben már semmiféle jó érzés nem maradt a szívében. Bennem még maradt valami minimális jó, hogy segítsünk mamának egyébként. Balázs tudja, hogy milyen érzés egy pasi elhagyni. Köszönöm szépen, hogy ebből is én jövök ilyen jó. Igen, az abszolút tudom egyébként, hogy ez milyen érzés. Bőrdi kücők fala felírja valaki. Jusszuf is törökül. Mörgör, mörgör. Gyere vissza, kérlek, mindig szeretlek. Ja, Istenem. Én ezt annyira bírom egyébként. Jó, legyen, nem tudjátok olyan itt lecserélni valami jó arc. Most, bocs, ne arra ugyatok. Hát ez van. Na jó, van. Hát kitartás. Kitartás egyébként. Jó, a történeteket hallva. Gyorsan még egy-két közlekedés ír, az mondja, hogy Skander világbajnokságra mentem. Over the top jelig. Csak én vagyok, és a kamionom ezt Stallone. Igen, lehet, hogy az éjszak után megfordította a sapkáját, és egy teljesen más tudatállapotba került. Nyilván, és most is valahol jobb kezében folyamatosan skanderozik. Éppen megszerzett az első lökhállítóval. És dudál kettőt a kamionjával. A lány telefonszám érdekelne, hogy együtt segítsünk a mamának. Ebben a nagyon nehéz időszak. Igen. Na, drága hallgatók, azért ez egy érdekes dolog, írjátok meg nekünk. Én azt hittem, hogy a mama idősebb, hogy kinek ki a legidősebb rokona, nem, aki még aktívan pasizik és sajúzik. Én nagyon bírom, amikor 70 pluszos, 80 pluszos nagymamák, nagypapák ropják a táncot, udvarolnak, és megpróbálnak papák, mamák mellé egy-egy éjszakára vagy hosszabb távra oda söndörödni. Tehát ha van olyan ismerősötök, rokonotok, nagypapátok, nagymamátok, aki tényleg csodálatra méltó teljesítménnyel 80 fölött, 90 fölött, még a csajok után fütyül, még megy a zöldségeshez, és kicsit a körtét áruló néninek ajánlatot. De szép jön, te aranyja ez a Vilmos kör. Érted? Vagy a körtét áruló néni tesz ajánlatot nagyon fiatalabb nyugdíjas férfiaknak, hogy írjátok meg nekünk, hogy ki ő és mit csinál. Hát jó? A csillag tök hogyjé. Igen. Tényleg helyes. Én azt hittem, hogy ma 60-70 körül van, és ez erre indult el az agyam. Összefogdosatok.
Igen. Szóval írjátok meg nekünk, jó? Ki a legidősebb a családban, aki hát mindenkire tüzel, aki elmegy az utcában. Papa, mama hány éves, hogy csajozik, hogy pasizik. És írjátok meg, hogy milyen praktikákat vett be, jó? Tehát mit csinál egészen pontosan, hogy próbál ő ismerkedni. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hát, aki ismeri, az tudja, hogy miért szólt ez a dal, és miért ezt tettük be, ugye, hát a legnagyobb kamionos film. Tematikus zenei szerkesztés. Így van, ez egy tematikus zenei szerkesztés volt, így van. A Konvoj című, egyébként remekbe szabott kis amerikai filmecske, 600 000 évvel ezelőtt. Hát a kamionos társadalomról légy szól. Ez egy kamionos himnusz. Kamionos himnusz, így van. Na, gyorsan 1-2 SMS. Mit írnak hallgatóink? Ugye arról beszélgetünk, hogy mi helyes az, amikor idősebb emberek, 70 plusz, 80 pluszos emberek megpróbálnak masszívan csajozni vagy pasizni. És kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, hogy nektek a környezetetekben ki az, aki hát a saját korát meghazudtolva tényleg ráröpül mindenkire, akire csak lehet, helyes SMS-ek jönnek. Nálunk a 70 éves nagyapónak van egy elektromos tolószéke, amivel nap mint nap járja az utcákat, és amint meglátja a szomszéd nyugdíjas nénit, nyulas fokozatba kapcsolva, süvítel mellette, ezzel imponálva neki. Nem lehet csak úgy elmenekülni tőle. Ez tényleg úgy egyébként, hogy van rajta egy teknős béka, meg egy nyuszi ábra, lassú, gyors fokozat. Nyulás fokozat. Volt aposom 71 évesen, a harmadik házasságára készült, lelkesen flörtölt a legkisebb unokája, kb. 50 éves óvónőjével. Amikor ezt olyan szinten csinálta, hogy a lánya már elejtett egy megjegyzést az óvónő előtt, a lendőesküvéről leszúrta a lányát, hogy ezt most miért kellett megemlíteni. Nagyon. Azt mondja, hogy nekem az após jelöltem csajozik hétfőtől péntekig, délutánonként jár értágító kezelésre, és ott flörtöl az ápoló csajszikkal. Mindig úgy jön haza, hogy hú, de elkapnám azt a Mártikát. nagy csajozókép az öreg. Laci küldte nekünk. Papám 77 éves, azt hiszi mindenki belé szerelmes, mert kedvesen szólnak hozzá, postás, házi orvos. Múltkor szerinte bejött a dokinőnek, mert mélyen a szemébe nézett, pedig csak megvizsgálta. Apám 77 éves és egy 59-es nőt kerget a faluban, a nő meg bujkál előre és menekül. Jó kis fogócska, Szilvi küldte nekünk. Az én nagyomám világéletében nyugdíjas klubba járt, miután papa meghalt, ha hamar talált magának új pasit a klubban, tiszta szoppan opera, féltékenységi jelenetek, odaköltözés, visszaköltözés. A buliban nem szabad más öreg lányjal táncolni. A család nem tudja követni, hogy éppen hogy állnak. Sziasztok, nagymamám 76 éves, pasizik a piacon, ír szerelmes levelet, rúspuszit tesz rá, és... Elég rozog a Rozi már, de tuti ez ad neki életerőt, mert boldogan teszi. Nagypapám 80 éves, tamaj kamagrával és pesgővel borult, próbált megcsípni egy piros biciklis 60-as nénit. Sajnos már nem sikerült neki. Azzal fejezte be a pályafutását. Nem vicc, ne hívjatok. Azt mondja, hogy nálunk papa 82 évesen becsajozott, azóta boldog párkapcsolatban él. Azt mondja, az a lényeg, hogy nem szabad abba hagyni. 86 éves, de még mindig működik a műszer. Rena küldte nekünk. Az én nagymamám 70 éves, múltkor bikinis fotót kellett készítenem róla egy internetes ismerkedős oldalra. Én éreztem magam zavarba, azt mondta, jók a képek, sokan fognak ráharapni. Álljunk már meg egy kicsit. Hány éves a van? 70, annyira az még nem is öreg, 70 éves. Hát mikinis fotókat. 91 éves a mama, a postás a levelet az ajtó alatt csúsztatja be, és utána elszalad. Ha nyílik az ajtó a postásnak, a faséknak esélye nincs az elmenekülés. Ez nagyon jó. 91 évesen menekülnek kell. Mamának a 70, a mamámnak, aki 70, a múltkor az úszodában úgy udvarolt egy 85 év körüli úriember, hogy azt mondta, Erzsike, nekem heti egyszer még felállt. Az büszkeség. Hát most heti érted. Megvan. Anyám 69 éves, folyamatosan ellenőrizik el a Facebookját, mert idegen pacsikkal levelezget, ki vagyok tőle, Zsuzsi küldte neki. Van nálunk egy 70 pluszos főorvos, akit rendszeresen rajta kapnak a liftben, de mindig más nővérkével, ebből többször volt már konfliktus. Nagyi 60, fia 40, 30 éves pasija van, aki valenti napon egy szál kötényben mesztelenül készít neki vacsit. Mit tudhat a nagy? Azért az is erős, nem? Amikor a nagymamárnak a nagyi 60, és én nála... fiatalom lenne egy 10-essel. És ott áll kötényben, mesztelenül. Azért az is szép. Hát, te szülinapon. Nagyi 80, a barátja 84, óriási fazon az öreg. Aktívabb szexuális életük van, mint nekem, írja egy hallgató. Nálunk a mama már 90
91 éves, és rendszeresen kiül a ház elé. Többször volt rá példa, hogy kamionosok fel akarták venni, de olyanra is volt példa, hogy otthonkában ült ki kis terpezben, és megdicsérték a bugyját. 91 évesen azért megdicsérték. Azért abban van lendület, nem? Azért mamában van vitamin, 91 éves meg árványom, de nézel a szoknyával? Siess azzal a nagy kamionnál. Hello, Kitty. Tényleg is egy Hello Kitty is alsó. Hát Hello Kitty is alsó, van a mamán, az nem jó. Hello Kitty is bugyi, igen, az jó. A dédim 87 éves korában kiszökött a kórházból, kivetette magának a katétert, mert az Annus néni otthon várta. Én így akarok megöregedni. 87 évesen még megszöksz a kórházból. Ja, Istenem, hát nagyon helyes SMS-ek vannak. Nagypapám 84 évesen lopkodta a bugyikat a szociban, írta nekünk valaki. Szomszéd Maci bácsi 82 évesen vette el a 8. feleségét. Nem sokára azonban ő is kihalt mellőle. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy érdekes témával is készültünk 7 óra utára, mert hogy a NASA azt mondja, és a cikk az érdekes, el lehet rajta gondolkodni, hogy mi lenne velünk, ha ez valóban megtörténne. Ugye a NASA mindig kijelent dolgokat, ijeszgetnek bennünket, mondanak, de aztán sose bizonyítanak semmit, csak mindig rémizgetik az embereket, ezzel adják. Az emberek tudják, hogy még mindig léteznek, hogy igen, vannak, és hogy a költségvetési pénzek jogaira mennek. Igen, pont ezt akartam, hogy ezzel adják az amerikai költségvetés, igen, tudtára, hogy kell nekik egy kis plusz bevétel. Ők most azt mondták, és annak az esélyét kezdték el latolgatni, számolgatni, hogy mi történne egy óriási napkitörés alkalmával, és azt mondják, hogy ha ez megtörténik, akkor az a sötét középkorba küldhetne bennünket vissza. Ugyanis egy hatalmas erejű geomágneses vihar hónapokra, sőt akár évekre is kiüthetné a Föld kommunikációs rendszereit, és mindent, ami ezzel jár. Valószínűleg mi nem sérülnénk meg, de azt boncolgatja a cikk, hogy milyen hatással lenne ez a hatalmas vihar a technológiánkra, és arra jutottak, hogy egyébként nem tudják megtippelni. Tehát mondtak megint valamit, nem tudják, hogy mi lenne. Még egyszer. Tehát, hogy arra következtetésre jutottak, hogy fogalmuk sincsen. Igen. Hogy valószínűleg egy picit, igen, tehát hogy valószínűleg egy picit, de nem biztos. Érted? Tehát, hogy elindulsz, és azonnal visszavonul. De ugye volt egy sajtótájékoztató, ami kapcsolódott ehhez, aminek a végén ezt kijelentették. Tehát a válaszunk, fogalmuk sincs. Oké. Okay. Na nézzük meg akkor, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Jó? Mondjatok egy napot. Egy napot, bármelyik. Meg legyen vasárnapot, meg a vasárnap. Legyen aha, egy vasárnap. 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 Ja, most nem, azt mondom, nagyon szimbolikus. Nem, az engedjük el a vasárnapot, nem, azt most félreértik. Azt a KDNP most félreért, és azt hiszik, hogy őket üldözzük. De miért pedig, pont a vasárnap? Ne legyenek paranoiások. Jó, legyen a vasárnap. Nem, legyen a szombat. Szombat reggel te fölkelsz 7 óra, akkor éjszaka megtörtént a napkitörés. Mi az első jel, amiből észrevezett, hogy baj van? Hát éjszaka nem lett napkitörés, nem. A kutya fáradt, de jó vagy. Este 6-kor. Egyszer csak elsötétedik az a nagy csillag ott az égen. Oké, okay, reggel fölkelek, tessék. Én nem kapcsolom be este a tévét, nekem a NASA nem tud szólni. Otthon fekszem, reggel felkelek. Miből veszem észre, hogy megtörtént a NASA által jósolt napkitörés? Hát, mi az első jel? Hát két dolog van, mert ugye ebben magad menőt nyúlsz először, ez a Wiki, és a telefon jó. Wiki is megvan, Wifi is megvan, okay, ez jó, már egy jó igen. Nap. Wiki, nekem rossz a napom, nem lehet. Felemeled a telefont, és semmi. Nincs semmi. Zéro. És nyilván azt hiszed első körben, hogy megint elfelejtetted feltölteni. Tehát nem kiüti a telefonokat. Igen, akkor onnantól kezdve még szerintem jön 5 perc. Valószínűleg az van, hogy nem oltott fel a lámpát, vagy nem... A telefonod az maga nem fog lemerülni, tudod, mi lesz? Csak az lesz. Nem lesz Wifi-d, és 3G-d. És észre se fogod még venni először, mert ki a franc nézi meg, mert az órát nézed meg rajta, hogy kiszolgáló nem található. Uh-huh. Igen, csak eltűnik a... Eltűnik mert az áram az akkor, még tegnap este óta okay, megvan, jogos, tehát jogos, még nem esik jogos. Le a dolog. Okay. Igen. Na jó, vigyük tovább a történet. Nem esik le a dolog. Oké. Okay. Wiki, mondom, nézd meg a telefonodat, hogy Feri szólsz békának. A Wikinek sem működik. Tehát ott vagytok telefon nélkül egy lakásban. Áram igen? Nincs. Nincs áram. Áram sem. Nincs. Nincs áramod? De, nincs. De persze, de ugye világosságot nem csinálsz, mert nem akarod felébreszteni a gyereket. Oké, de világos van. Mondjuk világos van. Nem biztos, hogy egyből lámpát oltasz, mondjuk fölhúzod a redőnyt, ha elektromos, nem megy föl a redőny, tehát rájössz valamiből. Ezzel már meg se lepődt. Wiki, itt már megint az rohadt szerelőt, a rohadt élet, mert már megint nem csináltam meg a redőnyt. Én nem működik a sem. Oké. Az év házam. Gyanús a dolog. Gyanús a dolog, mert nincs telefon. Nem tudunk itt fölhívni. Azt mondom, akkor kapcsoljuk be a tévét, nézzük meg, hogy mi történt. Aha. Nincs tévé. Hát nincs, sőt, áram nincs. Sincs, tehát semmi. Már ugye készülék maga nem működik. Semmi. Hogy jut el az információ hozzád, hogy napkitörés történt?
ott van a szomszédod, aki szintén nem tud telefonálni, ott de van a szomszédod, akinek szintén most se hiszed tévé. El, még most se hiszed el, mert azt mondod, hogy na, a Laciék a rohadt öntözőn, én átvágtam. Megvitáztak a kertbe. Összeveszem a Viki, hogy nem fizette be a téhoz számlát. A rohadt életért nem lehet odafigyelni, igen. Hogy nem tudok reggel tenisz nézni, de tényleg komolyan mondom. Mondja, Viki, nem fizette. Egy csúszással a múltkor még elfogadtál. Igen. Oké, kimegyek a kertbe, minden rendben van, csiripelnek a madarak, nem látod a napkitörés nyomait, uh-huh. Semmi nincs. Így van. Viszont nem. Az előkertben van egy műhold. Igen. Mi azok a leesnek? Igen, a fejed felett elhúz az űrállomás. Tehát azért érdekes ez a dolog, ha az ember kicsit belegondol, mert innentől kezdve viszont az információ se tud eljutni hozzád. Azt mondod, följöv anyámat. Nem tudod. Jó, akkor mit tudom én, akkor megpróbáljuk interneten megnézni, hogy mi történt. Nem nincs tudod. Internet. Tehát egyszer csak elvágnak a világtól teljesen? Ott vagytok a kis... nem tudom, a lakóövezetedben, ahol persze. Emberek állnak az utcán, de és tanácskoznak, hogy mi történt. Autóval, tehát, hogy az biztos, hogy elindulsz autóval, és hát furcsálod, hogy ugye nincsen közvilágítás. Úgy emlékeztet, hogy sokkal jobban megy az önkormányzatnak. Közben nálam következő meghaltat... meglepetés, bocsi, lóval megy dolgozni. De nem megy dolgozni, mi a frasznak menne, hiszen nincs rádió. Bocsi, fordulj meg! Elcsacsigol melletted, bocsi. Igen, fordulj meg, Gábor, rossz felé. Oké, okay, elindulok autóval, de hova megyek? Hát mondjuk otthon nem működik tudom. Semmi. Elkezdek szerelő után telefonálni, legyen áram, legyen meleg, ha mondjuk hideg van. Nem telefonálsz, hiszen nincs telefon. Nem telefonálok. Kezd leolvadni a hűtőt. Rájössz, hogy nincs annyi kaja, amivel túlélhetsz akár egy hetet is. Ugye, de hát egy érdekes a dolog alapjávéve, ez mondjuk valójában megtörténik. Kezd leolvadni a hűtőt. Folyik a vized, ugye a hűtőn, még mindig nincs telefonod, nem tudsz szerelőt hozni. Le tudok menni gyorsan a boltba venni valamit. Hát nem nyitják ki a boltot. Bár ott már nem működik az elektromos kassa, ott már zárva van mindenben, nincs világítás. Itt már anarchia, te már egy féltéglával betörtem. Én már egy plazma tévét elhoztam a keravírba. Az a biztos. Eleve nem fél. Egy kenyérsütő és egy plazma tévé Barinak már benn van a csomagtartójában. Eleve nem félsz be az ületbe a navosoktól, mert hogy ott vannak, mert nem kapnak információt a bolt forgalmáról, ezért kiküldték őket. De ha nem működik az elektronika, akkor nem tudom megnyitani az automat. De hát tudom indítani. Robbanó motor, nem szedte szét, nem az. Hogy valami kapott egy nagyobb lökést, tessék? Elektromos, hát a kompjúteredet, a számítógépeidet, tehát beülök az autóban, nem tudom elindítani. Ugye? Jogos. Hát mondjuk, kinek milyen autója van, nem? Tehát János, te... nem, a számítógép nincs benne, légzsák sincs benne. Elevegye megkezdődött, én lakunk, és a lendület szokt általában berúgni. Ugye, tehát baromi érdekes a dolog, ha ez valójában megtörténik, hogy hirtelen, amit természetesnek veszel, azonnantól kezdve kikerül az irányításod alól, és megbénulsz. És nincs az, hogy fölhívom a Ferit, hogy mondjam el, mi van, vagy bekapcsolom a tévét, nincs infót, csak állsz hülyén, totálisan elválva a világtól, hogy na most mi a fene van. Nem tudsz átmenni anyádékhoz. Nem tudsz átmenni, nem tudod őket felhívni. Semmit, nem tudsz róla semmit, kocsival sem tudsz menni, tehát leveszed a bringát, de itt jön, hogy még tavaly úgy tetted el, hogy mind a két defektes. Igen, nem mondom, hogy odaadtam hogy a Viki húgának. Egyetlen vastag gumicsíkában a közös száradva benne. Odaadtam a Viki húgának a bringámat, tehát felpatanok a gyerek bringájára. És hova megyek? Legurulok a központba, és megkérdezem, hogy gyerekek, tud-e valaki valamit? De nem tud senki semmit. Tehát az, hogy természetesen te a internetedet megnézed, a telefont, és elolvasod, hogy mi történt Európában, míg hétvégét így indítom, hogy megnyitom, mint az indexet, elolvasod, hogy lemaradtál valamiről éjszaka. Fingod nincs, hogy mi történt. Bemész ugye az önkormányzathoz, eleve egy csomó ideig nem kapsz információt, mert mindenki közös képet akar csináltatni veled. Igen. Gyerekek, nem sokára megdöglünk, nem működik senki, mindenki fotózkodtok. Közös kép, jó. Oké, okay. Aki ért az utcában ahhoz, hogy ez mi lehet, az megfejtés, így indul el a hír. Tehát így van. Térünk vissza a középkorba. Doszban Péter már nyomoz. Elindul egy ilyen szájra történő dolog, tehát úgy kigyorsan, te nem tudod, mi van az anyáddal. Nem tudsz neki üzenni, azt sem tudod, hogy jól van-e. Ez milyen érdekes, nem? Semmi. A bizonytalanság maga. És mondjuk oda elbringázni, azért két nap az csak kellene hozzá. Hát nálunk a sógorom a leggyakorlatilasabb ember a családban, ha ő nem tud semmit, akkor kezdünk el pánikba esni. Amit nem tud megoldani, az nincs. Ha ő nem tudja a magyarázatot, akkor tényleg akkor nincs, van? Akkor nem működik. Akkor gyakorlatilag nem néz, akkor eshetünk pánikba, akkor vége a világnak. Ez szerintem marom érdekes egyébként, hogy ez egyszer csak fölkelsz, és minden, amit megszoktál, és amihez nyúlsz, és amivel körbeveszed magad, mint nem mint luxus, hanem egyszer, mint
mint komfort dolgok, ugye? Tehát egy hűtőszekrény, egy fürdés, a meleg víz, a gázboiler, hát azért ezek a legtöbb helyen ugye megtaláltak, ezek egyszer csak eltűnnek az életedben. De nem lesz víz se egy idő után. Mit csinálsz? Elkezdesz gyűjteni hordóban? A vízek nem működik. Így van. Nem lesz kenyér a boltban, ugye nincs, ami szállítsa, nincs, aki megsüsse. Az elektromos gyújtású tűzhelyet nem tudod begyújtani. Hogyha mondjuk modernebb a konyhát, például 1 millió forintos, ugye? Álomkonyhát lehet nyerni. De azt mondod, hogy igen, hogy küldik el a baliék, hiszen már nincs futárszolgálat. Rohadjanak meg, hogy nem egy héttel előbb játszották. Na, és innentek ez, hogy bringával felfedezed, hogy mi történik. Majd ott vagy tényleg 2 gyerekkel, 3 gyerekkel, 1 teli hűtővel, semmi mással. Ennyi. Igen. Uh-huh. Bármilyen információt meg akarsz osztani az otthoniakkal, nem tudod, mert akkor haza kell tekerned. Érted? Te eltekersz valahol 10 kilométert, vagy 20 kilométert, utána megint ugyanennyit visszatekersz. Oh, azt most valamit mondanom kell Vikinek. Vissza. Ja, igen. Igen. Ez egy érdekes felvetés. Mit is mondod? Nincs tél szója van, tej. Igen. Szója vagy mandula? Rohadtél. Mind a kettő. Ma már 130 kilométert tekertem, de még semmi nem. De például nem. Pénzed sincsen, ha nem tartasz otthon pénzt, mert mondjuk bankban van a pénzed, bankkártyával szoktál fizetni. Semmi. Nem tudsz kivenni pénzt, tehát az sincs meg, hogy még a maradékot elszaladsz a boltba és fölvásárolod. Jó, hát hazahúzol egy ATM-et, érted? Hogy mondjuk teljesítmény az autó, nyilván megold. De nem tudod beindítani az autódat. Hát nem indul a kocsid. Nem tudod beindítani az autódat. Tehát egy pillanat alatt, ha ez valójában megtörténik, és a NASA is ezt mondja, hogy elvileg megtörtént, nem tudják, hogy meg fog-e történni. Volt már olyan geomágneses vihar, ami érintette a Föld terét, légkörét, de hogy igazából nagyobb bajt nem okozott. De ez megtörténik, azt mondja, hogy sötét középkor. Egy pillanat alatt. Hát gyakorlatilag azoknak, akik viszont tanyán élnek jelenleg, semmi nem változik. Egy ideig ők gyakorlatilag ellesznek, mert nekik mindenük megvan. Hát igen, de gondold el, igen, nekik persze mindenük megvan, megtermelik, de nekünk nem, és akkor mi van a GPS-ekkel, a légi közlekedéssel, tehát egyszer csak elkezdenek, már nagyon sok sorozatban, filmen láttunk, lepotyognak a gépek, nem? Uh-huh. Na nem tudsz, nincs kommunikáció. Nem tudsz navigálni se. Szóval ez egy érdekes dolog. Tételezzük, honnan föl, mondjuk, hogy a repülőgép ugye nem áll le. Bár akkor az elektromos tudsz miatt az is de igen, de mondjuk kézi vezérléssel hát, még lehet, hogy valahogy lehozott. Régi robbanomotoros gépek azok ugyanúgy mennek tovább, tehát hogy ott nem. Miért nem? Elektromos gyújtás azért meg hát nagyon kevés. Azok lepotyognak. Azok lepotyognak. De még tételezzük fel, hogy nem. Hogy mész tovább? Nem látsz semmit, nincs térképet. Semmit nincs. Nincs érted GPS-et. Hát nektek nincs térképet, nekem van. De azt ott ülnél az öletben, ha túlnél a búhoz. Merre repüljük, János? Már is nyitom. Itt vagyunk a Börzsöny fölött. Kész a keretre. Jó, nézzük, meccsek térkép. Igen, mondjuk nálad mindenhol van egy térkép, ez jó. Hát nem tudom, izgalmas, mert reméljük, hogy nem történik meg. Hát élelmiszert addig tudnál szerezni, amíg az áruházakat ki nem fosztanál. De hát, hogyha egy átlagos, mit tudom én, egy átlagos aranyvasárnapon vagy ezüstvasárnapon egy 2 perc alatt kirabolnak minden áruházat, akkor te hogy fogsz szerezni akkor, amikor az emberek igazán pánikban vannak esve? Igen, hát elkezded lelőni a madarakat, elkezded lelőni a galambokat, elkezded megenni a magvakat, tehát ellopod a szomszéd kecskéjét, megeszed a macskát, amit nem akartál eddig megenni, látod a kóborkutyát, megfogod, hát hogy eljutnánk egyébként egy pillanat alatt ide. Tudnátok verekedni, mondjuk be kéne menni egy áruházba, mindenki rohan be, nincs kontroll, nincs kasszás, nincs biztonsági őr, elsodorták, és vinned kell a gyereknek, kaját képes lennél hát arra, hogy menjél, és ott mirel itt el egy várok kukoricával, és csemege uborkával szeretesen bunyozzál? Igen. Ugye, hogy az ember megtenné? Nagy lenne. Jó pofa lenne, nem? De hát a jó pofa nem biztos, hogy találom. Tehát én tudom, hogy a jó pofa a találom sok. Meg egy üveg tabaszkó szószér. Gyerek ugye nem szereti annyira, de... Neked mi jutott? Egy budipapír és egy domeszot. Arról hát tényleg így jó. Mertek vissza. Adj egy kukorica konzervet. És akkor elindulna, hogy igen, hogy mi az, ami érték. Érték lenne a cukor, érték lenne a liszt, teljesen értéktelen lenne az autó. Ugye? Tehát drága, nyugati, 100 millió, 20 millió, 10 millió autók állnának az úton, senkit nem érdekel, mert működésképtelen. Tehát minden, ami természetes, az hirtelen... Kit amikor van egy zsák krumpli? Igen. Tehát ezt a délszláv háborúban mondták, igen, hogy először ugye eladták az autót, aztán eladták a nem tudom mit, és a legnagyobb érték utána már az lett, hogy mit tudom én, 1,5 kiló liszt, vagy 1 kiló kenyér, vagy egy fél kiló krumpli. Arany árban volt igazából, mert az volt már utána a legnagyobb érték. Se a pénzeddel nem tudtál mit csinálni, se az autód, semmivel, mert nem számított. Tehát van egy halom készpénzed, nem tudod hol elkölteni. Nem?
Nem tudsz vele mit csinálni. Hát igazából teljesen értéktelen semmi. Lesz mindened, amit eddig értéknek gondoltál. Hirtelen azok a dolgok, amik a hétköznapokban nem voltak annyira fontosak, addig, vagy egyáltalán nem jelentettek igazából értéket, mert hogy teljesen természetes volt, hogy bemész a boltba és megveszed őket. Az lenne az érték. Onnantól kezdve gyakorlatilag meg a 180 fokos fordulatot venne az egész világ. És nincs meg a tudásod se ahhoz, hogy előállítsd ezeket, mert ugye vidéken, a vidéki embernél még megvan, hogy kell disznót fölnevelni. Rengeteg városiak. Én mindig meglepődöm, hogy csirkén nincsen fólia, amikor így látom élőben. Ugye? Ezek rohadt zavaró nekem. Vicces, mi? Hát ez jár, ennek lába van, nézd, hol a fólia róla? Hát ki a fene érti ezt? Millióan esnének pánikba sarkakat. A lájkjaim, a lájkjaim! Az Instagram oldalam! Egy olyan, akinek lenne jó, Bio Gabinak. Ő, gyerekek, ő egy idült mosolyjal az arcán, járná a falvakat, enni a bogyókat, és inná az erőtúrmixeit. Hát azért baj lenne az agávé szirup, az nem érne ide ám. Nem agávé szirup, de lenne más. Egy rakás dolgot eszik, amiről mi nem is tudjuk, hogy ehető. Tehát, hogy azért be van tárazó fontos dolgokban. Igen. És mit közölne az ORFK, írja egy hallgató, a legszebb, a Véda továbbra is üzemel. Csapataink hatalának. Külön agregátor van hozzá. Mindenkinek felhívjuk a lakosság figyelmét továbbra, és közlekedjön szabályosan, a Véda természetesen üzemel. Óriási. Van fenn a videó, meg azt a portálon egy srác, aki egy ilyen videoblogot üzemeltet, és én nagyon szeretem a filmjét, mert zseniálisak. Gyakorlatilag egyszer rövid nadrágba bevetette magát a dzsungelbe, és kőkori technológiákkal, ezeknek a kidolgozásával foglalkozik. És úgy kezdte, hogy kiment az erdőbe, mondom, egyszer rövid nadrágba, és onnantól kezdve csak vízzel, sárral, gajakkal, ágakkal, stb. Egészen eljutott odáig, hogy épített magának egy házat, hogy cserepeket égetett ki rá. De mindezt úgy, hogy jó, azért a forgatás szünetében azért megnézem, hogy kijön az erdőből 20 méterre, tudod, két songukú, és 30 ember megcsinálja az ízéket. 4 csirkés burger, te mit kérsz? 4 fanta, 3 kóla, 4 sült krumpli, tudod? Na menjünk vissza forgatni. Azon a nagyatok laktozmentes tejből egy dupla látét lehetőleg Starbucks-on. És egy brutál, hogy csokis muffint a végére tegyetek oda, és mondjátok meg a futának plusz 3000, én rohanjon, mert jálom. Ezt szeletet mondulom arra, hogy nem kell. Tehát azért ezekkel nekem mindig ez a fenntartásom. De zseniális. A teljes technológiák egyébként fenn vannak, A-tól Z-ig, hogy hogy rak magának össze dolgokat, hogy készít a paritját, hogy tanul meg a paritjával dobni, stb. Zseniális. És addigra éhen halt? Paritjázott? Nem, szerintem azért voltak, tehát eleinte azért volt némi tartalékja ebből abból. Három közül ki lenne? Tehát három közül az, hogy én döglenék meg legelőször. Ti ketten ti jól bírnátok, egyrészt Ferinek vannak tartalékai, mind az erkélye, mind a spejzban. Arany tartalékai. Te meg egy ilyen manó vagy, aki egy kicsit élveznéd is, kimenni lándzsát hegyezni a kis svájci biskáddal, kergetnéd ott az őzeket, kicsit ott nyársalnád. Tehát te egy ideig ellennél, szerintem először én dobnám fel a pacskát. Nem, én életben tartanálak, és mindenek magamban egy ilyen kis pórázsa. Ez lenne a bosszú, tudod. Vadásznál sütnéd, írtozatosan imádnád, hogy végre visszatértél az erdőbe. Egy táblát raknék a nyakadba a közös kép Balázsdal. 4 kiló krumpli. Ott ülnék egy ilyen kalodába, tudod. Egy marék cukor. És egy gyerekek, mint régen a medve táncoltatok. Így mennék, és akkor így... Még a megrángatnál egy kicsit. És akkor... És jönni, és lassan elfelejtenél beszélni. Persze, visszacsitásodnék, vakarnám a fejem, és így bogarásznám a hátadat. Nagyon jól lenne, és időként mitől összefutnánk, Feri vezetné Majkát. Én vagy gyerekek, már az komoly fizikai fájdalmat okoz, nincs internet. Tehát ott én már eleve nehezen tudnék elindulni vadászni, hogy nem tudom, hogy mi van. Na jó, írjátok meg nekünk, drága hallgatók, mi az, ami hiányozna, ti hogy képzelitek? Mondjuk tényleg megtörténik ez a vihar. Jó, amit a NASA mond, csekélyüljön az esély, de számolnunk kell egy esetleges óriási napkötéréssel. Reggel fölkelünk, és a geomágneses vihar mindent elsöpört, és semmi nem úgy működik, vagy hát egyáltalán nem működik úgy, hogy szeretnénk. Írjátok meg, mi az, ami hiányozna, ki mit csinálna, és mi az, ami egyáltalán nem. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt, egy perccel azt írja egy hallgatók, nem hiszem el, hogy ebből nem kaszáltok. Mi se hiszünk el. Az egy dolog, hogy te nem hiszed el. Igen, mindenről lemondtunk sajnos. Nagyon nagy hiba volt. Na, érdekes témával foglalkoztunk. Ugye a NASA elmondta, hogy lehetséges egy óriási geomágneses vihar napokra, hónapokra, sőt akár évekre is kiüthetné a földi kommunikációs rendszereket, és valószínűleg az emberek nem sérülnének meg, de hát nem tudják ők is, hogy egészen pontosan milyen hatással lenne a technológiánkra, az emberekre, a kütyükre körülöttünk, és hát
az életünkre. Mi pedig arról beszélgettünk, ugye, hogy mi történik akkor, ha ez megtörténik, mondjuk éjszaka, te reggel fölkelsz, és szembesülsz azzal, hogy egy geomágneses vihar hát elsöpört mindent, amire neked alapjában szükséged van, és megállapítottuk, hogy bajban lennénk. Szóval annyi mindennel veszi már körbe magát az ember, ami természetes így a hétköznapokban, hogy egyszer nehezen tudnád megoldani. Meg mire tudnának minket használni? Tehát milyen tudással rendelkezünk mi, amiből pénzt tudnánk csinálni, vagy... Nem pénzt, életet tudnánk, élelmiszert. Cserekereskedelem. Tehát én adok neked valamit, ami van, te de adsz mi? Nekem. Nincs szükségem arra, amit te tudsz. Akkor megöllek. Felajánlom, hogy bizniszeljünk, igen, aztán levágom a bal kezed, levágom a jobb kezed, és aztán még megöllek. Jó, feldarabollak, és kicsi vegetával. Te korrekt, jó. Némi kicsi meggyőztél. De így megy. Hát először ugye megkapod a biznisz lehetőségét. Ha nem kell, akkor viszont... Ha nem kell, akkor visszajövök, csak többen leszünk, és fegyvereik lesznek. nagyon sok fegyverhez. De nem, itt van, valószínűleg elindulna a cserekkereskedelem. Tehát adod, amit van, én odaadom, amin van. Nem tudom, nálam ment egy marokkói mentát, és egy kicsi bazsalikomat kaphatnál. Adjál érte 3 kiló szeránó sonkát, 4 kolbászt, 2 malacot és 1 tyúkat. Ha az sem baj, nem szeránó. Csak adjál valamit, mert nagyon éhes vagyok. És senkinek nem kell a, nem tudom, a citrom fülevelem, amit nevelgetek a kertbe. Az ez indulna el egyébként tényleg. Tehát ez a nekem megvan, neked megvan, és akkor cseréljünk, nem? Hát igen, csak hogy nem nagyon tudsz mit felajánlani. Uh-huh. Tehát a marokkói menta, én értem, meg a japán cseresznye. Én elszegődnék vadászok mellé csalina. Tehát, hogy majd én tudod, futok előttük. Igen. Tehát, hogy tudjátok, mint komolyabb ragadozó állatokat le akarnak vadászni, akkor kikötnek neki póznához egy kecskét, mondjuk, és akkor előbb-utóbb előjön. Igen, és akkor én meg ott vagyok. Nem mondom, hogy bégetnék, vagy ilyesmi, de hogy egy kicsit. De például tudok hozni egy jó Lajost. Egy bagzomacskát. Jól hozott a bagzomacskát. Azt írja egy hallgató, új kígyóson kezdődne a Walking Dead új évad. Mindenhol kezdődöm, csak új kígyóson. Tehát ez a szemed szemért fogad fogért, az erősebb győz és életben marad. Valószínű, hogy anarchia lenne egyébként. Hát igen, de hát az anarchia mondjuk akkor tör nekem, amikor nyelmünk neki a kocsma új kígyóson. Tehát, hogy először az lenne. Mindenkinek van annyi pálinkája otthon, ami hosszú évekre elég. A tartalékok bezárkoznak. Pár éve elektroböjtöt tartottunk otthon, délután 4-től másnap reggelig. Durva tanulság volt ez a kis idő. Azért ajánlom mindenkinek, hogy egyszer kipróbálhassa. Elektroböjt. Ez miért? Leolvastad a mélyhűtőt? Leolvastad a hűtőt, és nincs wifi? Gondolom, kimész, lenyomod. Jó, a biztosítékot. Azért legyünk észnék, délután 4-től másnap reggelig azért. Valahogy na jó, most már 4-től van kapcsolat, vissza rohadt éhes vagyok. Szóval azért az nem egy akkora időintervallum. Nem? Hát igen, meg a nem nincs újdonság, mert azért, internet, igen, nincs, hát nincs azért valljuk be őszintén, egy csomó ember kényszerített már elektroböjtre, például az elmű. Még abból a szemben a tanulság, hogy este már nincs melegvized, hogy nincs áramod, hogy csinálsz fényt, hogy fürdeted meg a gyereket, hogy miből csinálsz meleget. Tehát mondjuk egy hűvös októberi vagy novemberi éjszakán azért ez már egy izgalmas kaland, hogy oké, most lekapcsoljuk, holnap reggelig semmi. És próbáld megoldani. Tehát ki nem rossz. Azért azt a pillanatot, hogy így annyira szívesen végignézném, amikor veszekszik veled kint a Viki a kertben, hogy a feketére mázolt olajos hordó, ami fel van rakva egy ilyen hatalmas állványra képen, hogyha kimosakodtad belőle vizet. Hogy basszus, miért nem a Janihoz mentem hozzá, az matróz zuhajzik, csapatja magát itt 100 liter meleg vízzel. Ezen fügyűrésznék a kertben, és önnevik, még két gyerek van, és én is szeretnék lezuhanyozni a gyermek. Egész nyáron hideg vízzel zuhajzunk. Hogy vége. Nézd meg, most pürödtem ki az utolsó cseppet. De finom. Valószínű ez lenne. Egyébként tényleg érdemes lehet egyszer kipróbálni, igen. Szóval, hogy miből csinálunk meleget? Igen, ez is egy érdekes kérdés, ugye? Tehát elkezded eltüzelni a tujákat, mondjuk azt nálam csak az életemben keresztül, tehát nálam előbb vágod ki a mogyorófát, tölgyfát, bár a tujáimhoz senki nem nyúl, ha kell éjjeli őrt állok, az a tujáimhoz nem nyúlhat senki. Mész az erdőbe guberálni a letört faágakat, ami száraz és elég. Igen, és akkor kifejezetten várod azokat a, hogy hívják azokat a molyokat, amik amúgy pusztítják a tujaidat, mert akkor van fehérjéd. Igen. Jaj, igen, pincsik smolyoska. Jaj, de jó. Jó, de te milyen jogkövető vagy, hogy te még akkor is csak a letört ágakat szeded össze, hát ami jó. Hát nem gondolom. Kettő darab motoros fűrészsel úgy esem neki a tatai öregfának. Nem eshetsz, mert zöld. Igen. Basszus, elveszi az értékét. Hát gyönyörű favor. Nem tudsz mit csinálni. Vagy fogod a fűrészt és fűrészsel. És elvágod. Te még akkor is gajakat szedsz a földről. Hát persze, ez az igazán jó. Mert a zöld az nem ég úgy. Érted? A friss. Így van. Igen. Ne érdekes ezen elgondolkodni, igen. Aztán a másik a vadászat. Hát ott még gyerekek, azért az is izgalmas lenne. Ugye? Mm.
Tehát mindenféle előképzettség nélkül nekem mondjuk van nyilam. Ott mozog! Hülye combol lőttől, te állat! Te barom, ez én vagyok! Bali, ez én vagyok! Nekem van nyilam. Tehát mondjuk vadászni tudnátok velem jönni. Aha. Tehát van valamiféle minimális előképzettség, mert jártam íjászkodni. Uh-huh. Tehát azt én intézném, hogy oké, ti csináljátok meg otthon az otthon melegét, hozom a nyestet, a pockot, a nyulat. A pockot. Az űrgét. Mindent, amit le tudok lőni. Hát, tudok ijászkodni. Tehát az előny. Meg mindent, amit megismersz. Na, meg azért el tudom kezdeni, hogy mondjuk, amikor már picit már unnákodtam, amikor a hetente háromszor macskát hozol. Macska, úristen. Macska vadasan. Most ennek megörültem egyébként, hogy nem vagyok teljesen értéktelen. Ugye, hogy egy olyan pontot találtunk, amiben jó vagy. Eltűn a rádió és a tévé, ugye, ami a munkámat képezte az elmúlt 20 évben, de hogy találtam most egy olyat, amiben azért jó vagyok. Bali a vadász. A megye vadásza. A megye. Az utca vadásza. Oké, itt vannak a családok, én elmegyek, elviszem a férfiakat és vadászom. Mm-hmm. És én mennék elő. És hova mennél? Csak hát kérdezem, nem menne sehova, Feri, ő lenne az Érdvúdi erdő hőse. Érdvúdi. Igen. És mit látna Viki 3 óra múlva, hogy a sarkon igen. A haverom fejéről almát lövögetek? Te hülye, menj már el, vadász! Ezt az almát még tett fel a fejedre, hidd el, hogy le tudom lőni. És most ugye ezt hát a... El tudom állítani a vérzést, el tudom... Mit a mondani akartál valamit? Hagyj békát! Na jól van. De ezért te belejt azért hívogatnánk a Bucit, hogy bocsánatot kérjük tőle, nem? Annyiszor megmartunk, Buci, de figyelj, elmehetnénk feled egy cserkedés. Most a Buci, lőjél meg valamit. Fél mókus lábat. Nagyon éhesek vagyunk. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy helyes kis történettel készültünk, ami talán nem is annyira helyes már annak, aki átélte, és biztos sokan jártak így, ahogy egy hölgy. Ez egy bevásárló központban történt, illetve pontosabban egy bútor áruházláncban, de most mindegy is, hogy melyik áruházlánc van, nem is erről van szó. Leírta az esetet az állítólagos vásárló, és nagyon tanulságos az ő története egyébként, hogy mi történt. Ugyanis szerelemre gyúlt iránta egy leheltéri biztonsági őr ebben a bútor áruházban, és utána írt egy panaszos hangvételű levelet az áruház vezetőségének, illetve egy újságnak, szerkesztőségnek, hogy hát mi történt vele tulajdonképpen. És leírja a hölgy, hogy ő állt a sorban, amikor is azt látta, hogy egy biztonsági őr már nagyon stíröli őt. De hát ugye ezzel még nincsen semmi baj, ott állt ugye a kapunál, ahol ugye te kimész, állt a biztonsági ebből őr. Ebből még bármi lehet, ha egy biztonsági őr stíröli. Nem, az gól, igen, ez velem is előfordult már, de nem annyira romantikus. Vége. Munkáját mit lopott, vadon úr? Ma mit lopott? Ő leírja, hogy április 4-én 2016, április 4-én a délutáni órákban vásárolt egy sarok garnitúrát. És a kasszánál, a sorban állásnál feltűnt neki, hogy a biztonsági őr feltűnően bámulja, majd felhangon odaszól a másik kollégájának, hogy ő szerelmes. Hát ugye ez már nem egy túlságosan szép gesztus, mert ezt érezheted úgy, hogy téged inzultálnak, beszólnak, még ha ezt akár bóknak is veszed, nem biztos, hogy ez minden nőnek kényelmes és jó érzés, nem? Hangosan odaszólt, hogy szerelmes vagyok. És kollégám megkérdezte, hogy kibe? Líviába. De ki az a Lívia? Az új sarok garnitúra. Igen. Na, de én komolyabb a történet, mert utána ő távozott a kasszától, kisétált a villamos megállóba, amely körülbelül írása szerint egy 2 perces út volt, ekkor látta már a telefonján, hogy az úr bejelölte egy közösségi oldalon, a biztonsági őr. És üzenetet is küldött neki, hogy nagyon megtetszett neki a hölgy, de nem merte megszólítani, ezért lepuskázta a nevét valahonnan, és ezért jutott el hozzá, így jutott el hozzá a Facebookon. Aha. Na most ez ugye további kérdéseket vesz föl, és meglehetősen aggályosnak tűnik a dolog, ugye, adatkezelés szempontjából, hogy van az, hogy egy biztonsági őr, képzeljük el a szituációt, egyszer csak megszerzi a vásárló adatait névvel, címmel, igen, telefonszámmal, akár telefonszámmal is, tehát effektíve mindennel. És hát azért, ha ez bármikor bárki hozzáférhet, azért az nem megnyugtató. Főleg, nyilván, ha nő vagy, igen. És mondjuk rád ír egy pasi, aki biztonsági őr. Nyilván kért egy házhozszállítást, ugye a hölgy, mert a sarokgarnitúra, hát ő nem tudta a hátán elvinni, mert a villamoshoz. A BT címe rajta volt. Így van, és akkor minden adatot megszed, mert önmagában az, hogy szerelmes lesz az ember, hát ennek ugye nem tudunk. Ez egy szép történet, szerintem. Igen, és onnantól érdekes, hogy ezt viszont, tehát ott áll szerelmes biztonsági őrként, és
És tudod, hogy lehet, hogy most elmegy a nő, soha többet nem látod, de te tényleg szerelmes lettél. Reális, hogy tényleg szerelmes leszel. Ez egy nagyon reális sztori. Én szerintem nem mehetsz el odáig se. Az se lehet, nem, hogy biztonsági őrként életem nőjét meglátod. Nem mehetsz el. Nem mondhatod azt, hogy... Nem, te ott csöndben vagy, és nem mondasz semmit. És nem inzultálod a vásárlót, és nem mondod azt, hogy te szerelmes vagy, az a te legnagyobb magánügyed, és ezt mindenki... Hát de és ha kimegy, és soha többet nem látod... Akkor menjél haza, aztán főzessél anyáddal. Ugye? Tudod, ez üvegtigrisben. Komolyan mondom, tehát nem inzultálhatod. Ahogy a feleségednek se örülnél, ha beszólnának, semmilyen nőnek ne szóljon be a biztonsági őr, és nem mondja azt, hogy én szerelmes vagyok. Hát ezt ki nem szarja le. Te nem azért vagy ott, hogy szerelmes legyél, nem azért vagy ott, hogy beszóljál a vásárlónak. Az a vár a szobokonyha, meg a frankfurti virslivel, érted? Nem azért vagy ott. Ő egyébként vásárol, családanya, nő, neki ne szóljál be, hogy te szerelmes vagy. Mondd meg magadba, hogy milyen gyönyörű, de ne szóljál be neki, hogy te szerelmes. Te ne inzultáld őt verbe. Én ettől ki vagyok? Ettől van, aki zavarba jön, van, aki ezek ez rossz érzés, van, aki egyébként nem érzi jól magát. Persze van, aki azt mondja, hogy kicsit még illegeti magát is tetszik, de egyébként a biztonsági őr ne szóljon be a vásárlónak semmilyen körülmények között soha. Meg se szólíthatja. Hogy... Ne szólítsa meg. Hát élete szerelme. Hagyjál már, hogy élete szerelme. De most ezt leherélt ki a sztorit ezzel, hogy nincs ilyen. Nem herélek ki, csak hány ilyet rossz oldalról közelítünk. Láttunk már ilyet. Ebben a sztoriban szerintem nem ez a lényeg, hogy van-e valódi szerelem első látása, hanem hogy ment oda a pénztáros nézni, hogy te fordulj már, kiírom az adatait. Igyál már gyorsan egy kávét, én meg adj már egy házhozszállítási papírt, annak adom. A nőnek meg kiírnám az adatait. Mi van, ha perverz, mi van, ha beteg, mi van, ha utána megy. Egyáltalán hogy van az, hogy valaki megszerzi a te címedet, mert ő szerelmes lesz. Katika a pénztárnál félre néz? Nyilván, ezt adom, ezt érted? A részét. Ja. Persze. Még szeretsz, hogy gyorsan le tudod lépni, mert tegyük fel, hogy egy másik szituáció, bemennek hozzád, illetve bemegy a hölgy hozzátok, rendel egy babgulyást, ami rohadt forró, te meg közben ott nem tud hozzákezdeni, nem? Te közben a pult mögött a pincéreddel elkezded kibeszélni a hölgyet, az anyád, újra szerettem, Jézusom, hogy eszik, nézd, hogy milyen étvágy van, és azok a tüdők, érted? Tehát, hogy elkezdétek így kóstolgatni a hölgyet, ő meg ugye menekül. Hát hogy néz ki? Tehát én nem akarok úgy bemenni az étterembe, de hogy engem stíröltök, és verbálisan már lélekben, meg aztán meg pláne megcsináltok. Aha, meg lennél nekünk. Nem. Érted? Igen, az a baj, hogy ez is szolgáltatás, mindenki magából indul ki. Látod? Tehát, hogy te rögtön erre gondolsz, hogy téged meg akarnak csinálni egy étteremben, vagy egy bevásárlóközpontban. Hát nem, tényleg szerelmes lett az ember. Uh-huh. Ez független attól, hogy a lánynak tetszette, viszont tetszette a biztonsági őr, vagy nem. Ez a történet nem arról szól, hanem arról, hogy azért ez szemtelen és aggályos módja tényleg annak a fajta adatszerzésnek, hogy valaki oda megy, és azt mondja, hogy mondanák, hogy hol lakik. Hát érted, akkor holnap például lesátrazom oda, mert egyébként én beleszerettem. Vagy bemászom hozzá, vagy mit tudom én, érted? Jó, ez még egy, tehát ez már egy másik kör. Igen, persze, hát ez egy másik kör, nyilván nem mászik be hozzá a biztonsági őr. Ő minden esetre írt egy levelet, hogy az ő adatait, és egyébként szerintem teljesen érthető, kezeljék úgy, hogy az effektíve senkinek a tudomására ne jusson, és senki ne tudja ezeket az adatokat. Ez a része egyébként persze, hogy totálisan aggályos, tehát hogy oda ment valaki, ez a pénztáros lányhoz, nem tudom ki, ez a házhozszállítást intéző kollégához, és akkor kikérte a címet, meg a nevet. Igen. Azért az erős sztori. Ott a kollégáknak kellett volna elhajtani, hogy jó van, Lajos, már ezen a 6., akiben beleszerez, húzzám meg. Igen. Tehát hogy mész oda? A kollégáthoz, hogy beleszerettem egy nőbe, aki tehát adná meg az adatait. Na, megint mit akarsz? Na, megint kinek a címét akarod megszeretni? Na, megint kibe szerettél bele? De ha egyébként meg rá vagy indulva valakire, hát akkor csak elkezdesz nyomozni. Most nekünk az a bajunk, hogy ő egy biztonsági őrként. Nem, tudod mi a bajunk? Hogy ha az lenne, hogy fölment volna a közösség oldalra, és akkor valahogy beazonosította volna az illetőt, de nem úgy, hogy a kollégái gyakorlatilag privát adatokat, a személyiségi okokat azért valljuk be őszintén, nyilvánvalóan megsértve kiadták neki a címet. Hogyha nem így történt volna, hanem fölmegy a IVIV-re, fölmegy a Facebookra. Az IVIV-re, te analóg, te! Ú,
Úristen! A keresztényedél egy darabig. Na, a másik analóg srác ebben a nagyon digitális világon fölmegy az Ivi-re. Jézus atya, úristen! Hol élsz, basszus? Megnézem, hogy a kintogenotípiát. Igen, kikeres az internet panoptikumában a hölgynek a nevét, meg címét, meg akár meg elérhetőségét, mert azt gondolja, tehát hogy azt meg is teheti, mert hogy a hölgy tehet róla, hogy ugye bizonyos információk ne kerüljenek ki. Na most, hogyha így találja meg, és így jelöli be, és így írnak üzenetet, azon nincsen semmi gond, de úgy, hogy az egyik kollega kiadja neki tokkal vonóval, azért az erős. Ah, igen, de ezt mondom én is, tehát hogy nyilván túlment egy határon. De hát azt azért most képzeld, valahogy... beleszeret mondjuk a házhoz szállításos kolléga, de képzeld el. Tehát, és minden... A biztonság őrbe? És féltéked, és másik címet. El is megy hozzá, ilyen alapon már ott van a cím, érted, és minden nap elviszod egy szőnyeget, ott van, szóval, hogy nem tudom. Meghoztam a gardróbot. Abszolút igaza van. Na, de nézzük meg, hát a hallgatóinknál is volt ilyen eset, amikor egy telefonos ügyfélszolgálatos belét szeretett, amikor egy pizza futárt nem tudtál levakarni magadról. Elsősorban most női hallgatóinktól várunk SMS-eket, amikor is olyan pasival találkoztatok valahol, megvolt az első találkozás, és utána valahogy a pali egyszer nem tudott kikeveredni az életetekből. Folyamatosan jött, vagy hívogatott benneteket, vagy úgy hozta a songukut, hogy közben nem is kértétek, és láttátok a pizza futáról, hogy hatodszorra hozza vissza a dobozt, mert baromi szerelmes belétek. Tehát mindenhol vannak ilyenek, akik egyszer csak egy lángra lobbannak, ahogy Feri is ugye hisz a szerelem első látásban. Így is van. Című történet, ami egyébként lehet, hogy létezik, csak nem mindegy, hogy milyen úton, módon jutsz el a nőhöz. Aha. Nem? Így van, a kasszából kikérni az adatokat, az tényleg. Azért az nem túl, ugye, nem túl szexi. Klasszik sztori, és talán már egyébként említettük is, de volt egy hosszú időszak, több hónapokon keresztül tartottunk, annak idején ugye DJ-ben dolgoztunk, és én voltam gyakorlatilag Balázsnak az élő előörse. Mindig ki kellett mennem a parkolóházba, és megnézni, hogy egy bizonyos hölgy nem tartózkodik. Tényleg ezt meséltétek. Igen, és mindig csekkolnom kellett, hogy az autója környékén nem boklászik-e, ott nincsen legugolva egy másik autó mögött, stb., mert ő állandóan lesben álltott. És azért az egy elég kemény időszak volt ebből a szempontból. Egyrészt, mert picit nagyobb volt nálam, ami nem egy megmutatvány, de hogy ettől függetlenül ért a saját testépség, és kockáztatom azért, hogy ő eljusson az autójáig élve. Hát, és te mentél mindig tényleg megnézni, nézd meg, hogy ott van-e. És aztán azt mondtad, hogy nincs ott, menjek el, elindultam, és előbújt egy autó mögött. Igen, mert volt, amikor elbújt egy autó mögött, és nem találtam meg. Tehát azért az tud ijesztő lenni. Igen. De biztos vannak olyan hallgatóink tényleg, akik mondjuk észrevették, hogy a villamoson úgy stirüli őket egy fiú, egy srác, egy pasi, hogy másnap is, harmadnap is ott van, aztán már tovább megy vele, aztán már nem ott száll le, ahol le kellett volna szállni, aztán megszólítja, és nem tudja magáról levakarni. A villamos vezető stírőli hátrafelé fordulva a székből, a villamos pedig halad tovább az. És nem áll meg. Nem áll meg a végelmesnek. Most nőként azért így rádírnak, hát az nem megnyugtató egyébként, nem? Hát, a kanos biztonsági őr bejelöl, igen, a Facebookon. Igen. De látod miért? Tehát, hogy rögtön te is milyen vagy, nem a jófej, aranyos, szerelmes férfi minden nekem megpróbál, ez én hanem engem, a kanos biztonsági őr. Ettől a hidegráz. Ez a... De a jó fej hőszerelmes biztonság. A romantikus hőszerelmes biztonság. Igen, a romantikus minden őr megpróbál azért, hogy élete szerelmét elérje. Elérte, mit mondasz? A kanos biztonsági őr. Látod? Negatív vagy. Rögtön így állsz hozzá. Miért? Mit szólnál fel, hogy kapnál egy üzletet, hogy Lajos vagyok, kívánla. Lajos. De most tényleg, hogy nézd Lajos. Mikor a Pékának vagy a Mónikának így szereznék meg az adatait, és Facebookon írogatta nekik, hogy figyelj, tudom, hol laksz, tetszettél, bejössz nekem, beléd szerettem, találkozzunk valahol. Hát nem biztos, hogy az ember erre úgy reagál, nem? Hogy ha milyen humoros ez a biztonsági, hogy menjünk ma is, vegyünk egy sarok ülőparti túrát, nézzük meg, hogy ott van-e. Így van. Ugye? Ugorjunk be, ha másért nem egy tolseprűjek, olyan izgi ez az egész szitu. Igen, ebből a szempontból a paliknak azért nyilván könnyebb, mert egy pali egy nőt azért sokkal könnyebben ráz le, mint mondjuk egy nő egy nyomulós férfit. Nem? Tehát ebből a szempontból a nőknek hát sokkal nehezebb. Igen, a gyenge nő megint. Nyilván, hogy te kezdesz el kiabálni nőként. Egy pasi azt mondja, hogy figyelj, bébi, nem érdekel a dolog, akkor a nők valószínűleg feladják. Kivéve az, aki hát téged akar túlszulejteni. Hát igen, ő nem egy gyengébb nő kategóriába tartozott. Ő tehát, meddig zaklatott benneteket? Ő nagyon most sokáig. Most már mondhatom így, hogy benneteket. Ő nagyon sokáig. Aha, azért nagyon sokáig működött ez a dolog. De mondom, ő nem a gyengébb nő kategória volt. Tehát, hogy tényleg azon az ajtón is bement, ami, hogy hívják kifelé, ami befelé nyílt. A végén odaig jutottuk, hogy gyűrűt hozott nekem, és akkor úgy mondtam, hogy na jó, akkor itt jön. Én voltam a tanú. Nem. Igen, és engem kértek fel, nyuszoljó lányok.
Igen. Igen. Gyűrűk János? Igen, itt van, adom. Föladtad nekünk a gyűrűt, és ott a parkolóban el is vettem feleség. Nem, az egy szörnyomasztó dolog volt, és baromira nem tudsz vele mit kezdeni, közben nem akarod megbántani, de az egésztől közben rettenetesen szabadulnál, de nem akarsz rossz fej lenni, és ez nem egy napig, nem két napig tartott, ez hosszú-hosszú hónapokon keresztül tartott. Tehát, hogy az már felért egyfajta ilyen lelki erőszakkal, de tényleg, igen. Nem? Ráadásul utána kiengedik a pszichiátriáról is, tudod, ez a sztori. Egyre keményebb volt a szitó. Hát az, figyelj. Volt pszichiátrián, vagy? Utána volt, de nem mindegy, nem érdekes. Erről nem akartam beszélni, mert... Mit tudsz? Hát amit én nem tudom. Na, írjátok meg nekünk, jó, hogy kivel mi történt, milyen levakarhatatlan pasi, vagy hát a pasiknál csaj, akkor azért azt is megírhatjátok, mert arra a történetre is kíváncsiak vagyunk. Akadt rátok, és ki volt az, akit nem tudtatok levakarni magatokról. Jó, itt már írnak nekünk például női gyógymasszőrök, hogy minden férfi a masszírozás után, vagy sok férfi szerelmet vall. És egy idő után ez is baromi kellemetlen, hogy te ott masszírozod, miközben érzed, hogy... Hát, hogy erősen érdeklődik. Érzed, hogy a szerelem tűze azért nagyon erősen lángolóban. Csomósodik. Csomósodik az arántás. Hogy lazulna. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz, pontosan 6 perc szóval. Szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. És ugye arról beszélgettünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor valaki úgy szerzi meg az adataidat, hogy te az nem járultál hozzá, ugye egy hölgy levelet írt egy áruház láncnak, és aztán egy szerkesztőségnek is, mert hogy ő küldött egy panaszlevelet, amire állítása szerint ugye nem kapott választ, beállt a sorba, ott egy biztonsági őr beleszeretett, amivel egyébként még nem lenne baj, vagy hát legalábbis állítása szerint ugye beleszeretett. Amivel ugye nincs baj, csak aztán megszerezte valahogy az adatait, és innentől kezdve viszont érzékeny a dolog, megkereste Facebookon, ráírt, és hát randira próbálta hívni. Felmerül az emberben, ugye, hogyha elmész vásárolni, veszel egy sarokgarnitúrát, és bárki megszerezheti az adataidat, akkor arra mennyire vigyáznak. És ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, nektek volt-e olyan pali, vagy esetleg nő, akit nem tudtatok levakarni magatokról? Hát persze, lehet, hogy egyébként ez a történet, ez olyan szintre fejlődik majd később, hogy mit tudom én, egy Angelina Jolie, Brad Pitt házaspár fog majd küzdeni a filmjogokért, mert ez egy gyönyörű szerelmes történet lesz, és hogy itt egy mindent elsöprő láva alakul majd ki belőle. Hát de ebből hát már azért... biztos nem. Ebből nem, ugye? Ebből már nem, mert itt a hölgy lepattintotta a biztonsági őrt. Ja, azt hiszem azért, mert a biztonsági őr már az ott a másba szerelmes. Sőt, már hárommal lépett úgy. Ebből másikba is. A biztonsági őr átment a hátsó szállításhoz, és most ott szerelmes. Most ott szerelmes, minden nap valaki beleszeret. Na, itt van egy hallgatónk, Tamás. Hello, Tamás, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, te kit nem tudtál levakarni magadról? Vagy kit nem tudod kit levakarni magáról? Igen, ez egy érdekes sztori volt. A feleségemmel, amikor megismerkedtem 15 évvel ezelőtt, akkor éppen egy vállóperes ügye volt, és egy szerdai, mondhatni ilyen tanácsadó napon elment a bíróságra, hogy hát mit kell ilyenkor tenni, és ott a helyi bírós lát rákasszant. Úgyhogy... A következő napokban már fel is csöngetett kaputelefonon, hogy a bíró, hogy tudja ő ezt nagyon jól, hogy neki ezt hát nem nagyon szabadna, de hát nézze el neki, de egyszerűen a szerelem és az első látás ezt tette vele. Úgyhogy ezt, akkor mi már együtt voltunk, csak akkor még egyben jártunk, egy kicsit furcsának találta, elmesélte. Na, a dolog pikantériája tulajdonképpen az, hogy egy évre rá hát engem elkaptak gyorshajtásért, egy kicsit gyorsan mentem, és hát kiült ott velem szemben a bíróságon. Hát a bírósrác, aki természetesen megismert, de igen, ugyanúgy éreztem, fel is készültem a lehető legrosszabbra, mert hát sajnos nem ez az első gyorshajtásom volt, úgyhogy én már tudtam, hogy innentől kezdve... Dupla bünti? De durva. Dupla bünti, és még mennem kell ráadásul még tanfolyamra, és utána is plusz pénzek. És még azon a héten felcsöngetett hozzád a bírósrác. De hát tényleg nagyon-nagyon korrekt volt, megnézett, mi a fiatalok voltunk, akkor ő is azért, meg én is akkor még szerintem kezdő lett, ez egy jó nagyot mosolygott, és azt mondta, Tamás, ide figyeljen. Amit tudok önért tenni, ez és a lehető, tényleg a lehető legkevesebbet mérte ki rám, úgyhogy hál' Istennek nagyon-nagyon korrekt volt, úgyhogy a mai napig, amikor meglátom, akkor mindig nagyot integetek, és hát mi azóta már 15 éve házasok vagyunk, és 3 gyönyörű szép gyermekünk van, és minden rendben van, és nagyon-nagyon szeretjük. De ez kemény, amikor a bíró jön, azért az érdekes. Igen. Hát abban a pillanatban, hát komolyan mondom, a gatyám alatt minden volt. Ott mindent elképzeltem, hogy mennyit fogok én most fizetni, ezért a jóisten elveszik egy évre. Biztos, hogy a jogosítványomat, mert ráadásul nem lassan mentem.
De hát nagyon-nagyon pozitív volt így a lecsengése. Tamás, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Örülök, beszéltem. Hello, ciao, ciao. Egy fonyódi bevásárló központban történt egy biztonsági őr, aki egy picit túlihegi a feladatát. Ha az üzletbe betér egy dekoratív hölgy, rögtön előjön és nyálsorgatva kullog utána az áruházba. Előfordul, hogy a parkolóba is kimegy a vásárló hölgyek után. A feleségem engem, mert még motozásra is bevitte, mondván, hogy a gyerkőcök elloptak egy csokit. Nyilván sokat szorra tévedett. Ugye? Tehát azért ezek az érdekes hát ez dolgok, amikor ezt csinálj. Biztonsági őr, igen, ez konkrét zaklatás, persze. Én a kislányommal vittem előhívni fényképeket, mondta a fickó, hogy kb. 10 perc, addig lementünk, leültünk egy padra, elkészültek a képek, fizettünk, távoztunk, és beléptem az ivi fiókomra, és már bejelölt levelet írt. Három gyerekes családába, kicsit megdöbentem, hogy van ilyen. Na látod még akkor, ivi? Az ivi az visszajött, csak ugye egy műbeli sztorit, te meg a jelenben említetted. Pizzafutár jegyezte meg a telefonszámomat, a lényegre törő SMS-eknél már csak a helyesírása volt rosszabb, és az sem segített a helyzeten, hogy a szomszédban gyakran rendeltek abból a pizzériából. A párom végül a pizzéria vezetőjével beszélt, illetve a telefonszolgáltatónál igényeltük, hogy a futár telefonszámról érkező SMS-eket és hívásokat blokkolja a mobil. Nem volt egyszerű eset kikeveredni belőle, pedig valaki csak egy pizzát akart. Ez is kemény. Kemény, nem? Ugye, amikor a pizzafutár kicsit kanos. Mindig azon múlik a dolog, hogy mennyire szimpatikus a másik, meg te éppen milyen állapotban vagy. Mert ebből nincs ügy, ha ez a hölgy egyedülálló egyébként, és őnek is tetszik a biztonsági őr, ugye? Akkor még lehet, hogy örülsz is, hogy megkeresnek. De milyen érdekes az is, hogy ugye nézőpont kérdése, a biztonsági őr akkor is hibázott volna, tehát ez tény és való, de ha a hölgy, aki jelentette az esetet, és most áll emiatt ugye a patáliát csapott, ő nyitott lett volna erre a dologra, akkor ebből nincs eset. Tehát, hogy ez mindig ilyenkor gáz, hogy úristen, megszerezte a címemet. Ha megszerelem lesz belőle, van egy csomó ilyen SMS is, akik ugye összejöttek, és ma már gyerekek vannak, akkor meg gáz. Azt mondod, hogy milyen marha jó. Aha. Na, hát, de akkor is gáz persze kikérni, így megszerezni az adatokat. Igen. Kaposváron voltam gyakorlaton gyógymasszőrként, az ember a nagypapám lehetett, és az 50 perces masszázs végén megemlített, hogy még párat ráncsak rajta, és jó lesz. Rehabilitáció történt. Másik alkalommal láttam a férfi kollégának, aki tudta, mi volt, felajánlotta neki, hogy ő ránt rajta. Kellemetlen volt, soha többet. Szegény női masszőrök, ezt nagyon sokszor átélhetik, ezt az élményt. Igen. Lakásunkat adtam ki albérletbe, jelentkezett egy csaj, de addigra már nem volt aktuális a hirdetés, utána hetekig hívogatott, hogy beleszeretett a hangomba. És kávézni hívott, miután felvilágosítottam, hogy férjem van, tehát a nő a nőt hívta, azt mondta, nem zavarja, csináljuk hármasban. Azt mondja, hogy én egy kisboltban dolgozom, a szemközti telepről a munkását egy évig minden nap óránként jött kávézni, minden lehetséges dologgal próbálkozott, hogy a telefonszámomat megkapja, vagy hogy a vezeték nevem, elmondjam, legalább a Facebookon megtaláljon, a főnökömnél is bevetett mindent. Most együtt vagyunk 2 hónapja. Na, látod? Amit Feri mond, így van. Igen. Vettem fel Providentet, azóta egy űrge minden nap zaklat, és megjelenik a házunk előtt. Mit csináljak? Egy hallgató. Titkárnőként telefonon szállást foglaltam vidéken a munkásainak. A szállásadó srác a második beszélgetésnél közölte, hogy szexi a hangom. Egy következő beszélgetésnél pedig árengedményért cserébe természetbeli juttatást kért. Közöltem vele, hogy áll az alkú, és az egyik villanyszerelőnk majd rendezi a dolgot. De jó. Rendben, benne vagyok, küldjük a Józsit. Nagyon odaadó. Így van. Rendteletesen. Még 6-8 konnektor is jönni. Szüleimmel voltunk gacserezni egy étteremben, ahol a pincér feltűnő érdeklődéssel szolgált ki engem, másnap megjelölt a Facebookon, és irogatni kezdett, hogy találkozunk valamikor. Utólag visszagondolva, valószínűleg szüleim szépkártyás fizetése alapján talált rám, ami akkor elég ijesztő volt. Pár évvel ezelőtt egy dinnyárus lány minden ismerősömnek ingyen adta a dinnyét, csak hogy valami infót adjon rólam cserébe, egyszer-kétszer hazáig követett, majd egy idő után megunta a dolgot. Azért, amikor én utána ad a dinnyárus lány. Aha, nem. Te pasi vagy, és követ a dinnyárus lány. És akkor már, dinnyé. És amikor okos vagy, és odamész, hogy hát nem is tudom, hogy tudnék-e segíteni, átöl egy dinnyét. Hát igen, talán tudom az utcát, még egy dinnyem. Azt hiszem, hogy itt talán a Deák Ferenc utcában még egy dinnyé. Szóval 8 dinnyét, és elmondtad a címet, igen. Engem egy ügyfélszolgálatos hívott fel, de nem engem keresett, mondtam is neki, hogy téves, aztán letettem a telefont. Pár perc múlva újra csörgött a telefon, ismeretlen szám, és az ügyfélszolgálatos volt ugyanúgy. Azt mondta, annyira édes, kellemes női hangom van, hogy nem bírta ki, hogy ne hallja újból. A nap folyamán még 4-szer hívott. Egyszer se vettem föl. Bankban dolgoztam, és volt egy kedves, de levakartatlan ügyfelem, hónapokig járt ügyet intézni. Ő most a férjem, és van 2 gyermekünk is. Na, imádom. Szandi, csak hogy legyen a másik oldal is, igen.
Bátyám kasszázik Londonban. A Sri Lankai kiszemelt szép vásárló lány bevásárló kosarába Sri Lankai nyelven írt barátkozó levelet csempészett. Ezt nem értem ezt az SMS-t, teljesen biztos a Laci jelölte. Igen, de nem beszéltem a nyelvet, úgyhogy nem lett semmi az egészben. De az ott egy szerelmes vagyok, és nagyon hiányzik. Tudtok róla valamit, Bart? Á, Isten engem. Dohányboltban elkérték a személyem, kiértem a boltból, és már is jött az üzenet a Facebookon. Na az, hát. Igen, hogy arra hivatkozol, ott ugye 18 évet kell bizonyítanod, és erre hivatkozva elkérik a személyidet. És akkor egy perc múlva ott az üzi, az na, ez véleményes. Igen, tehát, hogy, és akkor leírja a nevet, címet, meg akár, tehát, hogy egy bankba elmész ügyet intézni, akkor is megkérdezik, hogy lefénymásolhatják-e az azonosító okirataidat, illetve okmányaidat. És hogyha azt mondod, hogy nem, akkor nem. És akkor bemész egy nemzeti dohányboltba, és akkor szépen leírogatják az adataidat. Hát ez totál nonsens. Igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Képzeljétek el, meghozták a kukáimat. Na, mi az, hogy meghozták? Hát ajajajajajajajaj! Az volt eddig, hogy be kell menni valami címre, amit nem tudunk, ugye tegnap már mindenki megírta, vagy tegnap neked be kell menned, és akkor kapsz egy sárga, meg egy kék kukát, hogy legyen szelektíved. Mi az, hogy meghozták? Nánásiék, doszpoté, bocskori, kivitel. Ki volt ilyen jó fel? Képzeljétek el, hogy ugye beszéltem arról, hogy már egy szomszéd is bedobott egy papírt arról, hogy hol lehet ezeket a kukákat átvenni, ugye, mert hogy ott már mindenki szelektíven gyűjt, és már csak én voltam az egyetlen kilógó ember, akire úgy néztek az utcában. Hát, a fülébe. És tényleg feszítsék meg, és négy vármegyére tegyék fel a testét, hogy lássa mindenki. A gyerekeikkel sétálóan unokák rángatták arrébb a kölyköt a kezüknek, fogva, elnézd oda, ne köszönj vissza! Bűnös, hogy vannak abban a házban. És tegnap megjelent egy delegáció házunk előtt, én nem voltam otthon, és többen... A tűzoltó zenekar azt... Mikit hívtak valaki, aki éppen otthon volt, hogy többen állnak a ház előtt, és meghozták a kukákat. Tüntetők? Aki otthon volt, az azt mondta Vikinek, hogy szerintem megjöttek az önkormányzattól, mit csináljon. És kérdezte, nem az önkormányzatőtek, vagy az is lehet, hanem a kukákat hozták meg, vagy a szállító cég, akik egyébként ugye ott voltak, és a kukákat értékesítették, tőlük kellett átvenni, vagy maga az önkormányzat, és annak, hogy a dolgozók kiszállították a kukákat. Hát, vagy már... Még van bennük jó érzés. Hogy már eladták a telephelyet valakinek, és ez az egyetlen cucc volt, ami foglalta még a helyet, és az új tulajdonos gondolta, hogy vigyék már oda, hova való. Igen. Aki ott volt, azt mondta, hogy az önkormányzattól mentek. Tehát, hogy az önkormányzat volt olyan rendes, hogy kihozta saját kezüleg a kukákat. Hát volt leírták. Ilyen mondat, hogy jó napot jó kívánok, fejek. A polgármester vagyok? Mert akkor... Polgi nem volt. Polgi nem volt. Szerintem megunták ezt a picsogást, amit én itt végzek, és azt mondták, hogy na jó, ide figyelj, egy ilyen hülye vagy, hogy elhagyod a papírt, meg nem vagy hajlandó kettő darab kukát átvenni, és nem tudod, hol kell, nem, akkor nem vagy neked, hajlandó, csak... Nem találtál oda, ott köröztél, te meséltet, tehát ott köröztél a telephely mellett, de bemenni nem tudtál. Aha, igen, jó, nem találtam. Igen. Jó, de valahogy mindenki másnak sikerült. Bejutni a telephelyre. Mindenki más elhozta. Én eleve elmentem egy telephelyre, nem biztos, hogy jó telephelyre mentem. Kerestem valamit, amit nem biztos, hogy ott kellett keresnem. Tehát, hogy én emlékezetből mentem arra a telephelyre. És azt mondták, hogy megunták, hogy picsogok a rádióban. Picsogsz? Ez tök jó. Jó arcok. És ezért kihozták a kukákat, úgyhogy gyönyörű szép műanyag kukáim vannak kék tetővel, gyönyörű szép kuka sárga tetővel. Hát, benn vannak a garázs hátuljában, ott is fognak elrohadni. Majd megy a személy, tudja, ismerős ez az érzés. Hát igen, nálunk eddig ugye nem gyűjtötték szelektíven, volt rá lehetőséget, hogy gyűjtsed, mert voltak ezek a hatalmas nagy ilyen fémkonténerek, de mindig elképesztő kupleráj, mosógép lerakva mellé, kartondobozok, tehát ott nem volt kedved egyszerűen megállni, mert koszban meg nagyon puha az erdő szélén, a föld tök könnyű ásni. Az meg a másik, hogy a festékes vödreimet mindig elástam az erdőben a használt ülőgarnitúrával és a babakocsival együtt. Akkor az már jó, tehát ez a tök jó volt. A régi hűtőben. Igen. Azt tudod, melyik a kék meg a sárga? Tehát, hogy melyik, minden mi? Tudok, papír, műanyag, minden tudok. Kaptál az a felvilágosított. Nem, a gyereknek tanítottam valamelyik nap már ezt így könyvből, meg ők tanulják az oviba, meg van egy ilyen almadal, és akkor jönnek a szuperkukák, és akkor ott van, hogy a kék mit kér, a sárga mit kér, tudod, a zöld mit kér, hova dobod az üveget, és a gyerek ezt imádja, és mindig megyünk el a szelektív mellett, és akkor én csak azt mondom, hogy Benni sárga, és azonnal mondja. Kék, és azonnal mondja. És ez így valahogy beívódott, úgyhogy annyira tudom, hogy tegnap bele is tettem a sima kommunális hulladékot mindenkit kukába, és várom most. És tökre örülök, mert egy kuka helyett három kukát tudom most már megtölteni, rendes kommunális hulladék. Egy kis fémet. Bele kell fél kiló sittet. Némi avart. 6 kiló lapos elemet, amit gyűjtöttünk már, nem tudtuk hova tenni, féltünk kidobni, hogy abból baj lesz, 3 darab akkumulátort.
Nem, nyilván nem, igazi drága. Profi. Igazi profiként, ez abszolút. Megoldottuk úgy, hogy Bali belépett a tudatos szelektív gyűjtők táborába, és mostantól kezdve szortírozunk. És mit mondott az önkori, hogyha ezután bármilyen kapcsolatban picsoksz, azt megoldják? Tehát, hogy jaj, nem vagyok ezen nagyon önkormányzatra bejáró, és állandóan ott kér, adjatok ilyet, intézzétek el, kössétek be a UPC-t, nem inkább tudom, tegyetek be, tont az az. Óvatos üzenetekkel. Sokkal inkább kihasználom a nyilvánosságot a rádióban, és hát most nagyon sok gödör ott az utcánkban. Itt mindig van vonal. Most egy picit azon gondolkozom, hogy de jó lenne megcsinálnak az utcát, mert tele vagyunk gödörrel. De nem akarok én, nem semmit. Nagyon kátyús. Nem, annak örülünk, hogy kátyús, nem. De az jó, mert akkor viszont nem mennek gyorsan az autó. Igen. Én mindenkit lebeszélek arról ott meg az nem utcában. A saját autódat félted, hanem nyilván a kukás autót, ami majd jön a szelektív hulladékodért. Érted, a sok kátyú tönkreteti azt a járművet. De az meg a másik. De most ilyen, ez valaki ellenőrzi egyébként? Még. Persze. Ez, hogy én mondjuk elkezdem megtölteni műanyaggal, majd ráteszek valamit, és a végén megint műanyagot teszek rá, ezt valaki megnézi, senki nem nézi meg egyébként. Nem akarok ilyet csinálni, csak kérdezem. Belenéznek azért. Belenéznek, hogy rendesen azért túrni. Kell beletenni egy zacskót, külön zacskót? Nem, hát, nem kell, ugye? Tehát hát, ahogy beborítja, akkor ott meg már nem látja. Tehát ahol belegondolsz, a tetejét látja a kukádnak, ugye? Igen. Hogy mondjuk a felső igen, sor, hát akkor hát nem az túl a műanyag, belegondolom. Beakasztja. Az egészet nem fogja, de egyébként árulkodó lehet a súly. Aha. Mi jártunk úgy, most nem régen, mondjuk nem a szelektívvel, hogy nem vitték el, de a súly azért árulkodó lehet. Igen, tehát mondjuk a papírnál vagy a műanyagnál ugye azért nem bírják ketten megemelni a kukát, mert tényleg egy vaságy van benne, rugókkal, négy kar is tudod. Ha az egészet megtöltött színültig összenyomott fémitalos dobozokkal, akkor se lesz az 30 kiló. Aha. Tehát, hogy azért az árulkodó lehet, de egyébként én meg azt gondolom, hogy elég nagy gyökérség lenne, hogyha belerakna bárki bármit, olyat, ami nem oda tartozik. Tehát, hogy azért... De ez egy jó dolog. Látunk már karomvarjút, persze, de hát... Mire a szelektív hulladék gyűjtés, és azt gondolják, hogy mi voltak ezek a nagy konténerek, így bármit le lehet jó rakni mellé. Ez egy ilyen mentális magyar betegség, hogy valahogy az is baromi nagy, meg baromi sok van belőle, 3-4, egy fehér, egy kék, egy sárga, egy zöld, oda viszed mellé a hűtőt, ott hagyod, éjszaka leraksz két festékes vödöt, és ezért azt látod, hogy a szelektív gyűjtőhelynek, amelyek a legtisztább, legszebb helynek kéne lenni, romos, koszos, tele van pakolva mindennel, mert az ember agya úgy működik, hogy túl nagy már, ő is lerakta, én is lerakom. Onnan úgy is elviszik ott szelektív. És az a durva egyébként, hogy azt mondod, hogy egy este, és képzeljétek el, hogy nem. Most egy két héttel ezelőtt egy ilyen környezetében, egy filmpályázatban zsűrizek, és oda készítettem egy ilyen kis felhívót. Miközben készítettem ott a kis selfie botomról, a kamerával a felvételt, később vettem észre, amikor visszanéztem a felvételeket, hogy amíg én mondtam fel a kis szövegemet, ami arról szólt, hogy hányan gyűjtik egyébként szelektíven hulladékot az országban, és hogy egyébként hogy néz ki ez az egész, mert azért választottam magát a helyszínt, mert úgy nézett ki, hogy most Balázs az előbb lefestette a dolgot, tehát tényleg minden volt ott, a festékes vödörön keresztül a hűtőn át, egészen az autógumig minden. És miközben én ott forgattam, közben a szemben lakó ember odament, és odahozott két festékes vödröt, meg némi hungarocelt, és így le a földre. Hogy már az se zavarja, hogy előtte van, tehát hogy 20 méterre van tőle a szelektív hulladékgyűjtő udvar, ami egyébként úgy néz ki, mint egy ilyen ótvar szeméttelep. Ez se zavarja, hogy más látja, hogy olyasmit viszed, aminek ott semmi keresni valója nincsen. És egyébként ez is köztudott, hogy az FKF-nek például ez ilyen milliárdokat jelent évente. Hogy aztán ezt a szemetet megint újra ők szétválogassák, tehát olyan, érts, neked kellene szétválogatni, hogy ezen megkönnyítsd az újrafeldolgozást. Ehelyett az van, hogy te nem válogatott szét, és neki kell utána szétválogatni, hogy minden a helyére menjen. De a festékes vödör például hova tartozik? Az erdőbe. Az erdő bejáratához. És veszélyes hulladék. Mit csinálok a veszélyes hulladékkal? Én magam fogom kivinni valahova? Van olyan, tehát egy kerületénként is mindig van nálunk, például azt hiszem, hogy évente egyszer van egy olyan alkalom, amikor ezt egy meghatározott helyre viheted oda, és akkor ott akkor begyűjtik. Ha meg évközben szeretném tőle megszabadulni, akkor vannak a szelektív hulladékgyűjtő udvarok, ahova ezekből több vigyen is van. Aha. Oda elviszed, és akkor minden további nélkül átveszik. De hát úgyis jön a kukás autó, érted, minden héten a szelektív szigethez, oda leteszem, azt ők el tudják vinni. Aha, de nem tudják ezek szerint elvinni. Hát közük nincs ahhoz, ráadásul ugye ő abban az autóban csak egy bizonyos fajta hulladékot tárolhat. Tehát a papíros nem vihetél a műanyagot, a műanyagos nem vihetél a papírt. Na jó, de hát szóljon a haverjának, jön új autóval, és akkor ő elviszi a festéges vödröt, nem? Pont így gondolkodnak. Ő is, aki rajta van a felvételen. Jó, nem hihetetlen. Na, szóval, hogy megjött ez a lényeg. Gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek, aki hozta. Használatba állítjuk a kukákat.
Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Hát, na, annyira cukik. Igen, megnéztem ezt az új logót, tényleg most még egyszer jobban kielemeztem. Kicsit lehangolja az ember. Szóval igen, hát elképesztő. Elképesztő, gyerekek. Olyan kicsit össze-visszának tűnik, ugye? Hogy mintha nem lenne benne. Tehát azt érzed, hogy kiborult a festékes vödör, amiben ilyen színű festékek voltak, és a macska átrohant rajta, nem? Vagy a gyerek így kézzel elhúzódott. Meg hogy kapkodtak, hogy kb. Fél óra alatt valaki így megébredt, és akkor gyorsan csináltak valamit. Tehát ugye ez egész ilyen fura, meg ez a szakértő zsűrű, én ezzel nem tudok mit kezdeni soha, hogy megszavaztatják az embereket, hogy mit tetszik nekik a legjobban, utána pedig egy szakértő zsűrű eldönti, hogy mi lesz. Hát igen, mégis tehát, hogy ők értenek hozzá. Hogy ha állandóan az jönnek, hogy ez az olimpia, ez nem egyesek olimpiája lenne, hanem mondjuk mindenki olimpiája. Akkor mi lenne, ha egyszer végre az emberek döntenék el, hogy ők milyen logóval szeretnék képviseltetni magukat a világban, nem? Hát rohadt nem a népszavazásért. Ja, hát, ha előbb érne oda földesügyet. Persze, ez is baj, de én azt mondom, hogy oké, nem baj, szóval ne bízzák az emberekre, te bízz, csinálja meg ezt valaki. Tehát, hogy oké, akikért egy designer stúdió vagy bármi. De hogyha megnézed tényleg Rómát, Párizs, Los Angeles, mindegyikben van egyfajta lendület, egyfajta erő, egyfajta, hogy ránézel, és úgy elindul. Van benne egy ilyen flow élmény, nem? Hogy a Colosseum, hogy kanyarodik, a párizsi Eiffel-torony, igen, a Los Angeles, hogy elindul az angyal, úgy azt érzed, hogy van benne egy lendület. A magyar logó pedig egy ilyen kis batkamanó, mint a gyerek lerajzolja a szabadságszobrot, a vízből kiemelkedik egy ilyen kis manó, ami tart valamit, és akkor köré rakjuk még ilyen hülye pöttyöket. Tehát az eszem megáll, komolyan mondom. De tényleg, tehát annyira ott van ronda, hogy ez komolyan nincs azoknak szeme, akik ezt tervezték. De tényleg. Hát ha megnézed, hát a tervezőnek az lehet, annak nincs, aki döntött. Róma, a Colosseum kanyarodik egyet, és van benne egy ilyen lendület. Az Eiffel-torony úgy van megcsinálva, mintha az egészben tényleg így mozogna. Los Angeles, hát az angyal, az leugrik a képről. Jön egy ilyen kis kétkezű, ilyen kis manóka, tartja ezt a kis, nem tudom, levelet, pöttyök vannak, és éppen jön ki a, nem tudom, hogy megint. A szabadságszobor jön ki a vízből, és akkor ott van alatta az öt karika, ami nincs ott. Hát borzadály. Meg miért kellene stilizáltnak lenni ennek a szabadságszobornak is, hogyha Los Angelesnél ott tud lenni egy konkrét nőalak, amit mindenki be tud azonosítani, akkor a szabadságszobor, ami szintén egy gyönyörű nőalak, miért nem lehetett volna az, ami egy nőnek a szobra, nem pedig ez a világifjúsági találkozós ilyen donyoszockos ilyen. Kicsit elnagyolva. Egy kicsi ilyen pálcika bábú tart egy ilyen félbolt ívet, érted? Hát most megmondod a gyerekednek, hogy rajzolja, az körülbelül ezt rajzolja 6 évesen, nem? Igen. Jézus Atya úr is. Közben a Róma logójára ránéz, és ezt látod bárki, aki ránéz, rögtön látja, hogy az ott a Colosseum. Mindenki merte vállalni az épületeit, csak akkor mi nem ezek szerint, tehát mi csak stilizálva mertük a szabadságszobrunkat. Arról beszéltük, hogy kevés olyan beazonosítható épület van a fővárosban, ami alapján az emberek a világ minden táján azt mondanák rögtön, hogy Budapest. Na most találunk egyet, ami szoszó, és még azt is stilizálta rajzolja, hogy festékpacákot körülötte azok. Mondom, a macska átszaladt a leborult festékes vödörbe. Igen. Leesett véletlen rajzolni. És jobbról balra, hogy ne csinálj. Ne csinálj. A rohadt élet. Be kell rakni, most már gyorsan. Cicsi, gyere vissza még egyszer. Hát, földetszük majd a Facebookra. Nézzétek meg, drága hallgatók, tényleg. Hát ez, annyira drukkoltunk, hogy ha már elindulunk ezen az olimpián, legalábbis magán a szavazáson, vagy a döntésen, és megpályázzuk, hogy rendezzem Magyarország olimpiát, akkor valami szépet adunk be, de hogy ez nekünk valahogy tényleg soha nem sikerül. Hát, mint a átok ülne rajtunk, komolyan mondom, de tényleg nem így van, hogy átok ül rajtunk. A logóink valahogy. Vegye le rólunk valaki ezt az átkot. Kabala figurában és logóban nem vagyunk erősek. Nem. Atya úr, és senkinek nincs ott szeme. De nem? Hát nincs. Hát komolyan mondom. Még jó pályaművek is beérkeztek állítólag, csak mégse aztán azok nem kellettek. Mert a nép nem. Más döntött, ugye? Tehát más szavazás. Azt is meg lehet egyébként nézni, az is fenn van az egyik oldalon. Én az előbb egy ilyen Origos cikkből linkeltem át, és ott a közönség szavazásának a győztese fönn van, az az egyetlen. Hát én azzal sem vagyok annyira kibékülve, de azért az szép. Az egy ilyen tipikusan, amiről Feri beszélt reggel, az a Matyó mintás verzió. És ez úgy szó volt? Na, jobb, ennél. Százszor jobb. Ja, hogy így van. Tehát, hogy ott tényleg az emberek szavazták meg.
úgyhogy itt konkrétan mögött állt nem tudom hány ezer embernek a szavazat, meg véleménye, meg ízlése. Tényleg mik ezek a csingok, pöttyök? Mondja már van, meg. Van, igen, van maga körül, a logó körül vannak ilyen pöttyök, tényleg. Tehát ez a Pistike rakjál még föl valamit, mert nem elég szép a ízi házacska, amit rajzoltál. Még egy kis kéket? És akkor gyorsan körbe rakják. Ti drukkoltak egyébként, hogy megnyerjük az olimpiát? Nem. Van, aki hisz az olimpiában? Te egyik kötök se? Valószínűleg van, aki hisz, de mi nem. De ti nem egyáltalán? Nem, hát reggel is elmondtuk. Nem. Azért, mert tehát, hogy itt nem a sportszeretetről van szó, mert azt mindenki tudja, a kivétel nélkül, aki hallgatja ezt a műsort, hogy mind a hárman rajongunk a sportokért, nagyon szeretjük őket, nagyon szurkolunk minden magyar sportolónak, bármilyen világversenyen indul. Csak egyszerűen ennek sem a városnak, sem az országnak az infrastruktúrája, nem alkalmas arra, hogy olimpiát rendezzünk. Bármennyire is erőltetik ezt egyébként nagyon-nagyon nagy nevű sportolók, fantasztikus emberek, de hát ettől függetlenül teljesen mindegy, hogy ki erőlteti rá, azt nem jelenik az. Igen. Igen, nem tudjuk megcsinálni szerintem normálisan, vagy olyan teher lesz az országnak, amit aztán nagyon hosszú ideig fogunk nyomni. De igen, egyébként én még csak azt sem gondolom, hogy nem tudnánk megcsinálni normálisan. Tehát, hogy szerintem azért meg lehet csinálni, mert azért, mint a x 100 000 vagy 10 000 sportolót azért el tudsz rakni, meg el tudsz szállásolni. Tehát, hogy ez nem akkora infrastruktúrális igénybevétel. Ez már tényleg kiderült hosszú-hosszú évekkel korábban, hogy nincs az, hogy megbénulnak a városok ilyenkor. Nem, nyilván persze sok helyen dugó van, meg közlekedési káosz, meg nem tudom. De hogy mi mennyiségű pénz folyna el, gondold el. Igen. És hogy ott mennyi pénz folyna el valójában arra, hogy a stadionok, meg nem tudom, úszócsarnokok, meg vívócsarnokok épüljenek. Minden országban mindig kiderült, hogy azért a korrupció, meg a meleg ágyom. Hát amiről reggel beszéltünk, igen, ugye, tehát, hogy épeszű ember már mindenki az olcsó olimpiák felé megy, visszalép, rájön, hogy nem kifizetődő, és azt mondja, hogy nem köszönöm szépen, nem kérek. Hát már ezt az olimpiai nevezést is, amire mi pályázunk, már egy csomóan visszaadták, igen, nem jelentkeztek, mondták, hogy ők ezt nem merik bevállalni. Nálunk sokkal szerencsésebb fejlődési országok, Hannover például, így van. Tehát, hogy azt mondták, hogy nem, ez nekünk túlságosan drága. És ugye mindenki megy az olcsó olimpiák fele, hogy vagy osszuk meg országok között, vagy legyen az egész sokkal egyszerűbb, és nem ennyire monumentális és hivalkodó, mert hogy ez egy biznisz. És hát biznisz azoknak, akik ezt csinálják, biznisz a Nemzetközi Olimpiai Szövetségnek, mindenkinek egyébként. Brutális pénzeket kell kifizetni, brutális pénzeket kell elköltened, vállalnod kell bizonyos dolgokat, hogy mennyi pénzbe kerül ez az egész. Tehát volt egy nagyon nagy cikk, több mint AVG-be, Indexen, nagyon sok helyen, ahol leírták, hogy ez egy-két szervezetnek, egy-két cégnek ez hatalmas biznisz, mindenki más egyébként belerokkam. Igen. Szóval lehet, hogy mi akarjuk az első ilyen olcsósítottat megcsinálni. Azt nem írtuk bele a pályázatba, hogy katonai sátrakban szállás. Igen, Gulyáshájból étkezés. Így, Gulyáshájó úszás, a Velencei tó, Balaton, Duna. Tehát, hogy nem kellenek új medencék. Tehát futópály, Hortobágy. De erről már egyszer régen beszéltünk. Én az olcsó olimpia mellett vagyok. Tehát én, amit láttam a kínai olimpián, amikor megnyitották, hát a Magyarország 10 éves államadósságát költötték, csak a megnyitó ünnepségre. Teljesen értem, a falon futottak, annyira megalomán volt, és annyira már nem a sport szeretetéről szól, csak arról, hogy legyen minél megalománabb. És a 4 évvel ezelőtti országot győzzük le a megnyitó ünnepséget. Nagyon jó. Szörnyű volt, és láthatóan teljesen értelmetlen. Szóval, hogy a pénzköltésnek a csimborája. Ne kapjanak pénzeket, sem az élményét sportoljanak, ne kapjanak érmeket, se kapjanak egy babérfüzért, egy olajágat, egy fokhagyma füzért a nyakukba, vagy paprikát. Paprikát, ott van. Jó ideje. Három kalocsai asszony adjon paprikát. Szerintem paprika füzér. Az az első, a fokhagyma a második, a harmadik meg már nem jár. Ne, a fokhagyma legyen a harmadik, mert vagy a büntető. Akkor babér, paprika, fokhagyma. Tessék, meg vagyunk. Nincs egy olyan ország, vagy egy olyan sport, ami esetleg úgy el tudnánk indulni, hogy kitalálunk magunknak valamit, ilyen nincs. Tehát, hogy valamilyen nem tudom milyen országban létrehozunk valamit, és abban az országban mi vagyunk abban a legjobbak. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát nem tudom, keresünk egy országot, ahol nekik az a fajta sportág az nincs. Aha. Mi bejegyeztetjük magunkat, és elindulunk. Egy ilyet nem tudunk megcsinálni, és jelentkezünk, aha, nem tudom, valamilyen afrikai országban, hogy mi létrehoztuk a nem tudom mit. Hát figyelj, csinálhatunk egy most ilyen. Most nagyon tág, amit mondtam. Hát, ilyen Erik az angolnás történet. Erre gondolok például. Hát szerintem az a baj, hogy én nem emlékszem rá, hogy lenne 3-as váltó, de 4-es az van. Tehát, hogy egy 4-es úszóváltó azért...
Érted, fel tudnánk tenni szerintem a koronát arra teljesítményre, amit annak idén Erik az angolnal letett. Valami ilyenre gondolok, hogy találunk egy országot, igen, ahol egyáltalán nem űzik azt a sportot, négyen megalapítjuk egyébként, valahogy kérjük, hogy hát ugye hagyd legyünk állampolgárok, hárman négyen létrehozzuk, te leszel a szövetségkapitány, te leszel a nem tudom, én masször, én a maga sportoló. És mi hárman kivonulunk aztán. Mondjuk nekem a változna, jött egyszer az vagy úszóváltó, az jó lenne, azt csinálnánk, hogy szereznénk mi magunk mellé egy negyedik embert, mondjuk hogy például a Csabit nem, mert ő régen úszott, tehát hogy az mindenképpen kitétel legyen, hogy túl nem lehet, és aztán amikor megvan a négy ember, akkor sorsot húznánk, hogy kiússza a pillangót. Mert az lesz a legkínosabb. Hát egy csomószor történt már ilyen, hogy egy adott országban létrehoztak egy szövetséget, csak azért, hogy aztán elindulhassanak az olimpián. A Kembeszor elég nem ezt csinálták egyébként? De, ezt csinálták, de, nem? De a Kembeszor el emlékeim szerint két olimpián is próbálkozott. És hogy próbál? Hogy indult el? Vagy mit csinált? Mi volt a sport? Az egyik vívás, a másik nem sielés. Pont erre gondolok, hogy valahol hozzunk létre egy szövetséget, és induljunk el a dél-afrikai sáncugróval. Szövetségként, érted, magyar és dél-afrikai színek, most juttassuk ki magunkat valamelyik téli olimpián. Simán meg lehet csinálni. Ez a Balázs látszemben a szemű megben? Nem, de nem is baj. Jobban nem láttam, mi következik. Hát ez meg ugye az Eddie a Sas. Eddie a Sas is. De ő legalább tudta, hogy melyik sportákban akar, és ugye hát nem volt senki, aki előtte volt. De ő kiharcolta magának, hogy valamilyen színekben indulhasson. Igen, ugye? Kongói színekben. Igen. De ő magyar állampolgár, nem? Vagy akkor kettős? Szerintem ő kettős állampolgár lehetett, és hát nem is tudom, honnan jött talán az ötlet, hogy vívott akkor tájt, és akkor így bekattant neki. Szerintem egyébként ő is onnan vehette az ötletet ezektől a kicsit, hogy is mondjam, csak kevésbé tehetséges. Aha, azt hiszem, hogy a jamaikai bobcsapat, az is például. Tehát az tőlük vett az ötletet, és akkor csinálta meg, hogy elinduljon. De ő tudott is egyébként vívni. Hát jó, nyilván nem világszínvonalon, de azért annyira igen, hogy kongói színekben el tudjon indulni egy személyes olimpiai csapatként. Na van kérdező a telefonszámunk, miért fölhívjuk, megkérdezzük, hogy ez hogy zajlott. Hát, ha tud mondani nekünk egy ötletet, hogy mi három mit jegyeztessünk be. Ugye már lecsúsztunk szerintem, tehát ez kicsit előbb kellett volna, de nem lehetett. Már látom a napot, amikor majd berohan valamelyikünk, rácsap az asztalra, és azt mondja, traplövészet. Az mi? Kameruni traplövészet. Még tudunk kvalifikálni. És elmegyünk a kameruni traplövészet csapataként, elviszük az ászlót, felvonulunk, visszük az ászlót, és hát elindulunk. Ha már ugye magyar színekben sajnos nem tudunk elindulni, akkor elindulunk máshogy. Itt van már, meg is találtuk, ebben szóra, hello, jó reggelt, kívánunk neked, ciao. Jó reggelt, hello. Ugye olimpiáról beszélgettünk, és ismertük a te történetedet, hogy te elindultál kongói színekben, ugye? Így van, hát ehhez mondjuk vannak ilyen feltételek, amiket teljesíteni kell. Többek között a kongói állampolgárság az egyik felem. Ja, igen. Ezt csak el lehet intézni. Hát valahogy el lehet intézni, nem? Hát feleségül kell venni egy kongói hölgyet, és akkor megvan az állampolgárság gyorsan. Hívom is a Vikit. Ebbe talán bele. Na, igen. Ez azért. De az, hogy ott leszünk az olimpiára, ez még nem akkora ár. Le kell együtt hálni vele? Nem feltétlenül, a jogi utat kell kitaposni csak. Aha. És hát ez hogy ment? Vagy ezt hogy csináltátok, hogy aztán ott legyetek értelen az olimpián? Ugye vívásról beszélünk, aztán a következő téli olimpián síugrás, ugye? Kardvívás, és aztán majd mindjárt mondom a folytatást. Én már gyerekkoromban kardvívtam, annó 86-87-ben kezdtem el vívni, most már 40 éves vagyok, tehát ilyen távlatokban lehet beszélgetni. És hát aztán utána, amikor én láttam a Sydney olimpiáról készült, azt az úszó gyereket, nem tudom, emlékeztek-e rá, Erik Busambani. Erik az angolna, beszéltünk is róla, persze, Erik az angolna. Hogy pont Twitterre, nem is tudom, ki közvetítette. Crazy volt, igen. Fönn is van az interneten egyébként. És aztán mindenki nevetett rajta, aztán nekem az volt az érdekes, hogy mégiscsak egy olimpián fuldoklik. jó vagy. Igen, jó megközelítés. Ja, nem volt 50 méteres medencéjük az országban, 25-ösben gyakorolt, és elfáradt, mire végúszta az 50-est oda-vissza. Igen, ez az igaz történet. Nem mindegy, hogy lupatonnál fuldoklasz, érted? Igen. Hat ember szemmel láttára. Na, és aztán így nagyjából ez így elindított egy olyan gondolatmenetet, közben van nekem egy csomó barátom, akik így mondták, hogy hát te vívtál, nem is voltál ügyetlen, mert ilyen junior korigépni, azért Magyarországon én versenyeztem. Nem öltél meg senkit. Nem, és aztán így elkezdtem gondolkodni, és hát az internet az jó másra is, mint a felnőtt tartalmak böngészésére. Vannak rajta információ. Hát most mondtam egy új. Igen. Bár csak máshol is tudnám használni, de hát ez annyi időt veszett tőlem, hogy máshol már nincs idő. És akkor jöttél rá, hogy akkor el kéne indulni?
Igen, és akkor elkezdett így gondolkodni az agyam erősen, és aztán én megalapítottam Kongóval Vívó Szövetséget, ez egy papír. De ez hogy nézett, hogy egyedül ültél egy ülésteremben, megszavaztad magad elnöknek, senki nem volt ott, és utána azt mondta, hogy mától létezik a Kongói Vívó Szövetség. Hát azért... Nem, magyarul úgy működik, mint itthon, hogy ahogy egy egyesületet alapítasz, itt 10 fővel kell megalapítani, alapítók, kira, célkitűzések megvoltak, hát erre nyilván embereket össze tudtuk szedni erre. Ők tudták, hogy mi az a vívás, vagy vívnak egyáltalán, vagy akkor vívtak Kongóban? Akkor nem vívtak. Senki. Nagyon ez, jó. Ez 2003-ról beszélünk, ma sem vív senki. Tehát az egyesület elérte a célját. Zseniális. Nagyon jó. És kik voltak, voltak a szövetség tagjai, vagy kiket választottál be? Hát gyakorlatilag ott voltak régi ismerősök, hát akkor már azért nagyjából ott voltam a szeren, legalábbis képben voltam ott, hogy ki kicsoda. Aztán így rokonok is voltak benne, hát nyilván. De jó, rokonok. Hát figyelj, ez nagyon jó. Ki nagy bácsi, unoka testvér, ilyenek. Unoka öcsém, az abban nagyon megbízok, és aztán így, hát azért ez is egy ilyen bizalmi helyzet, mert itt szabadjára engedni 7000 km távolságból valamit, az úgy kemény. És hát mindegy, megalakult, aztán utána elkezdtem versenyezni, és 2004-ben megnyertem a tunéziai afrikai zóna kvalifikációs versenyt. Hányan voltatok? Ketten? Nem, 30 valány induló volt. Az egész komoly. Rendesen össze kellett verni a brigádot, és ráadásul rólam nem hitték el, hogy kongói vagyok, akkor a útlevelemben ott szórakoztak a vámosok. Mindegy, az érdekes volt. És volt egy nagy gratulálás a szövetség megalakulásához, hogy és mostantól kezdve létezik a Kongói Vívó Szövetség, gratulálunk. És egy nyakat volt, maradt, majd, tényleg? Volt, majd de jó, vágtak lovat, meg ilyen. Ez nagyon jó. Nagybátyámék, azok nagyon szépen megünnepelték egy krokodillal. Őrület. De nagy, úristen. Már és aztán egyedül gyalogoltál a Kongó, nem, hát nyilván azért Kongó valószínűleg más sportágokon indított azért versenyzőkkel. Hát volt egy judós lány, attól azért féltem, és volt két futó, 400-as futó és két úszó. Emberke. Te voltatok hatan azért. Kivitte az zászlót? Voltunk. Hát azt hiszem a futósrác az valami nagykövetnek a fia volt neki. Aha. Ki más? Csókos. És a vezetőink meg aztán voltak 18-an kb. Tehát így. 6 versenyző, 18 vezető. Egész gyenge. És akkor szépen felvonultatok a nyitó ünnepségen, megjelentetek az olimpián. Igen, a nyitó ünnepségtől záró ünnepségig ott voltam. Aha. Az edzőmmel, mert ugye a régi edzőmet szedtem elő erre a projektre. Becsi Istvánnak hívják, ha szabad kimondani, nem egy márkanévő, de most már lehet egyébként egész sikeres vívó edző, és aztán mikor felhívtam, hogy kéne engem itt felkészíteni az olimpiára, először nézett nagyot, aztán mondta, hogy oké. Aztán sikerült végül is, ez teljesen jó volt. De gondolom, a szövetség ilyenkor kap valami támogatást, amit a vívásra lehet fordítani. Abból mit csináltak, vagy mit vettek, vagy mire költötték a pénzt? Hát ez egy tök jó kérdés. Igen, erre nem tudok válaszolni most, mert én nem érzékelek semmilyen ilyen dolgot, ami történt volna. Annyit tudok, hogy mostanában van valamilyen kezdeményezés, hogy egyáltalán vívó mestereket képezzenek. Csak hát eltelt 13 év. Aha. A szövetség romokban. Kicsit sokára ébredtek. Vettek négy járványi öltöny, hat darab telefont, és nagyon jó. Hát én nem akartam ezt én így kimondani, mert lokálpatrióta vagyok. De tényleg? Nagyjából eltaláltam? Hogy... Hát teljesen eltaláltam. A szövetség, a Kongói Vívó Szövetség vett magának négy öltönyt, hat darab telefont, és elköltötték azt a kis támogatást, amit kaptak. Hát, ja. Hát ez óriási történet. Nem lehet melegítőben elmenni tárgyalni, érted, a szponzorokkal, meg ilyesmi. Tehát zseniális volt ettől függetlenül, tehát nagy élmény nyilván, hát ott a nyitó ünnepségen, mi videóztunk is, hát nyilván felvettük az egészet, hogy lehet egy jó turista, és aztán utána hát az elsőre sajnos kikaptam, de hát nekem ez így, a Kuberten azért kimondta, hogy a részvétel a fontos, és nem a győzelem, én meg nem bogyóztam soha semmit, és teljesen tisztán, és hát a jogi kiskapukat kihasználva befutottunk, hát lehetett volna nyerni is, de hát most már ez van, és már 13-12 éve eltett. Hát mert akkor ott voltál, nem verdi györöknál ez senki. Persze, nem vagyunk rossz nyomon, hogy valahogy mi is tudtuk volna kvalifikáltatni magunkat. Nincs csak... korhatár az olimpiai induláson? Nincs korhatár. Nincs ilyen 40. Aha. Nincsen, de mi hol akartatok kvalifikálni, vagy miért? Most kezdtünk el erről beszélgetni, és így merült fel a te neved, hogy így valahogy, erről már kicsit lecsúsztunk, de hogy találunk tényleg
egy országot, ott felvesszük magunkat állampolgárnak, alapítunk egy szövetséget, hát hasonlóan, mint te, és valahogy megpróbáljuk tényleg a nem tudom, a kameruni traplövő csapatként kivonulni az olimpiára, de hát kicsit későn ébredtünk nyilván. Katarban is él egy pár volt bosnyák, horvát és bolgár. Mert ugye, egyébként meg kell nézni a nemzetközi szövetségek oldalait, és aztán ott megnézni, hogy hol nincs valami. Aha. Jó. Egyébként tényleg, de jó ötlet lett volna. Aztán te lemondtál már a szövetségi vezetéséről, vagy azóta is? Hát én sosem voltam, mert én sportolóként nem lehettem, a sportvezető is egyben. Vannak különféle emberek, akik ott ezt csinálják. Most már nem nagyon követem, hogy kik azok, mert nem is lehet. Nyilván tesznek róla, ne tudjuk követni, és aztán így ez egy kicsit ez a hajó elúszott, mondjuk így, sajnos, de még kapok híreket azért, mert vannak ismerősök arrafele, meg a víváson keresztül is kapok híreket. De tök jó lett volna, ha 4 évente mindig elindulsz. Hát ezt vállalod, és úgy se nevelnek ki senkit, azóta se neveltek ki senkit, te 4 évente mindig ott vagy. Hát igen, és vannak ilyen fizikai akadályok, amikor valakinek 4-szer operálják a térdet, az enyém ez 4-szer meg lett operálva közben, és nem a vívás miatt egészen más. Hát, egyszerű, nagyon úgy se kell, felmész a pársra, vívsz hát, aztán, figyel, amíg arról szól, hogy van egy edződ, egy magyar edződ, akinek azért nagyon van szakmai hírneve. Igen, az úgy akarsz. Így azt az egyet ki tudtuk préselni, hogy azért nem vallottunk kudarcot, és ott egészen saját hülyeségem miatt vesztettem el azt az asszót rá. Mindegy, ott vagy. Te vagy Kongóban, a vívásban, te az vagy, ami mondjuk az úszásban Magyarországon Hajós Alfréd. Tehát, hogy azért vagy beszélni. Te raktad le az alapokat, aztán kicsit később épül majd erre hát, 30-35. Gondoltam ezt így, de így legnagyobb vagy. Hiszel az olimpiában egyébként? Rukkolsz neki, hogy legyen Magyarországon? Vagy te is azok közé tartozol, akik azt inkább nem? Igen. Én azért nekem az olyan szép, nagy jó élmény volt, hogy ha meg lehet élni ott, ahol lakom, akkor azt szerintem az egy zseniális történet lenne. Aha. De hát most ez nyilván tudom azt, hogy nem mindegyik olimpia volt, nem úgy jött be mindenki, mindegyik városnak, ahogy be kellett volna jönni, vagy hogy számítottak, lehet, hogy anyagiak is deficites volt, nem tudom ezt a részét, nem látom pontosan, de hogy azért nem lenne rossz itt egy nyitó ünnepsége. Tehát kérdés, hogy tudnák megszervezni a másik fele. Hát igen. Ahogy a Bődőcs mondta, először egy rendes hétköznapot kéne megszervezni, ugye? Igen. Na hát köszönjük, hogy elmondtad, nagyon helyes ez a történet, imádtuk, hát pont ezen gondolkoztunk, hogy milyen jó lett volna, kicsit előbb ébredünk, és valami hasonlót találunk ki mi is. Gyermek, ezzel éppen jó halljuk? Igen, mert most fölvett egy szoknyát, azt nincs rajta bugyi. Lánygyerek nézelő. Ráadásul 9 éves és fiú, ugye? Ezt nehéz róla beszélni, ezt ne csináljam. Bevett az anya szoknyáját. Igen, 100-szor megmondtam, vedd le az anya szoknyáját. Ráadásul 13 éves, és vigyen iskolába kell menni. Köszönjük szépen, Zoli. Köszönjük. Ciao, hello. Jó arc, nem? Tök jó ráérzett erre a dolgokra, és hogy még gyűrű sztori. A lengőtekében nem tudunk indulni. Lengőtekében? Még nem olimpiai sportág. De lehetne velünk első körben bemutató sportág, nem lengőtekében. Tudod, mi a durva? Egyébként nem tartom kizártnak, hogy megkeresel egy kicsit elmaradt, nem tudom, tényleg valahol Észak-Szibéria, Afrika, bármilyen ország, azt mondja, vegyetek el, hagyd legyek állampolgár, megadják, és én végig viszem azt, hogy el tudjunk indulni a 10-11-ig, mint fogsz egy kardot, hadonászol kettőt, hát ő egy gyertek hozzánk, Vivi, hadd induljunk el az olimpián, és elindulsz. Hát az a mellékeltábra is mutatja, ez nem lehetetlen. Tehát előbb ébredünk, ezt meg lehetett volna csinálni. Teniszben mehetnénk egyébként. Na, hát és azt tényleg azt mondom, nem tudom, a nigériai tenisz válogatott, hagyd egyek nigériai állampolgár, ütök ott két egyenest, egy keresztet, és elindulod. Nem. Szerintem működhetne. Csináljuk már meg, akkor te tudsz most, mert ott teniszező megvan, lemaradtunk, lemaradtunk erről. Igen? Hát persze, 3 hónap alatt ezt nem viszed. Egy évvel előtte elkezdett szervezni, és megkeresel valamilyen úton, módon egy másik országot, hogy ezt elintézed nekik, elveszed, nem tudom, a külképviselettel kapcsolatot, szerintem simán. Hát, simán. Kettős tenisz állampolgárként már lehet. Vatikáni színekben. Fehér sport. Az milyen durva lenne. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
3:48, múlt pontosan egy perccel. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy kis retro zenével, hát a könnyebben megy az ébredés. Ezeket muszáj. One, two, three, come on. Szeretted? DJ Otinak muszáj néha kicsit beavatkozni. Ez fölébred. De rossz. Ettől nem. Jobb kedved. Mert ezt nem hiszi el senki. Ez nem jó. És csak mondtam, hogy ez jó. Happy people, ettől, come on. Ettől nem azt mondom, ez nem minőségi zene. Egyszerűen csak mosolyogni fogsz, nyomod a gázt, ülsz a metról, és egy kicsit jobb kedved lesz tőle. Hát nincs ember, akinek Dr. Albantól ne lenne jobb kedve. Hát ez... Ő nem akar semmit. Persze. Ő nem akar téged oktatni, ő nem akar tanítani, nem is az tudna. Az biztos, hogy nem. Ezt nem is éreztem benne soha. Tehát én neki a számon nincs üzenete, csak az, hogy lazulj el. Érezd magad jól. Hogy legyen happy people. Süt a nap, happy people. Vagy come on. Vagy valami legyen. Valami ilyesmi. És megkodod, hogy ú de blőd, ú de hülye. De hogy ettől az egésztől meg közben valahogy egy kicsit jobb kedved lesz. Hát tisztelet a kivételnek, nyilván nem. Talán nem mindenkinek. Na, kinézted az országot? Mit találtál? Figyeltek, megnéztem. Hol indulunk? Most hol indulunk négy év múlva, mert ez a hajó elment, de négy év múlva én ezt nem adom föl. Nekem ez nagyon tetszik. Rákerestem országok népesség szerinti listájára, legörgettem az aljára, vannak egy pár 258-an. Nagyon sok olyan hely van, ami valamelyik nagyobb országnak ilyen tengeren túli területe, meg mit tudom én, úgyhogy egy picit följebb görget, és megnéztem, hogy mi az első olyan független állam, ahol a legkevesebben laknak, úgyhogy kettő közül választhatok alapvetően. Mond, izgulok. Nauru, Tuvalu. Nauru és Tuvalu. Ja, Tuvalu. Nauru és Tuvalu, körülbelül 10,000-en laknak mind a két helyen, és nagyon szép helyek egyébként, és szerintem ott van egy-két olyan sportág, amit még nem nagyon próbáltak ki, és ahogy elnézegettem, hát a naurui menyecskék, srác. Durva? Hát be kell házasodnunk mindenképpen, tehát hogy ez lenne ugye az első, hogy ott valakit el kellene venni, hogy nekünk legyen bármiféle jogosultságunk arra, hogy ott indulhassunk naurui színekben. Meghallgattam már naurui himnuszt is, hasonlóan depp is, mint amilyen a miénk, tehát hogy azzal is tudnak szerintem egyébként azonosulni. És hát a Nauru, Tuvalu, vagy esetleg még a Vatikán jöhet szóba, mert mondom, mert szerintem a vatikáni boxválogatott tagjaként én azt gondolom, hogy biztos, hogy a vatikáni boxválogatott? Igen, szerintem ott nem lenne sok kérdés. Naurunál van egy elég komoly veszélyünk, hogyha nem jól teljesítünk, akkor ott van egy nagyon komoly foszfátbánya, és esetleg ott végezhetjük meg. Annyi, hogy mikor visszamész az olimpia után, egy forró üstben fogyasztanak el majd. Ilyen fura ágyékkötős láncsás emberek. Nem rosszak a naurui nők. A legprimitívebb előítéletek, tudod, innen Európából. Beraknak, ágyába megszurkálnak, megesznek. Éva, viszont, hogyha győzöl, a legfőbb sztereotípiák. Egy csontot raknak az orrodba, és ráütetnek egy bambusznádból készült. Figyelj, tenger, van. Az van körben, nem kevés. Igen, tehát óceán van, úszni például. Komolyan mondom, milyen ország ez? Alapítsuk meg a tenisz szövetséget. Ti kijöttök, mint edző, mint szakágvezető. Én elmegyek, nem tudom, játszom egy Djokoval, gyorsan kiesem, de kijutunk az olimpiára. Hát valahogy kvalifikáljuk már magunkat. Hol érezhetném magam jobban, mint Mikronéziában. persze, simán el lehetne ezt indítani. Aj, de kár, tényleg sajnálom, hogy ez egy picit nem jutott el a beszélni. A következőre még tudunk menni. A következőre még el tudunk menni, persze. Mikor a sajátunkén aztán megnyerjük 2024-ben, azon nem jó elindulni, mert az érted, végig vagyok itt a Hősök terén, hát akkor már induljunk valahol, nem tudom, nem? Igen. Azért a Copacabánán, ha vonulsz, azért az sokkal jobban. Azt is megcsináljuk egyébként, hogy elosztjuk egymás közt. Tehát, hogy nem mindannyian Naurura megyünk, hanem itt van Nauru, Tuvalu és Palau. Azt nem tudom, hogy mindenki egyet. És akkor érted, és mind a három. Találkoznak, érted. A Palau szövetség kapitán, a Nautu, nem tudom, masször, és a Vanutu teniszjátékos. Így van. A Naurui tenisz szövetség részéről, te, ugye a Tuvalui lengőtteke szövetség részéről felé, én pedig a Palaui traplövőknek a kapi. Az egyetlen verseny. Nem mondta, hogy nem sírnál, és ott van meg az olimpia. Kár, hogy ezt nem csináltuk meg, hagyja Isten. Igen, írja nekünk egy nagyon okos hallgató, gyerekek, nagyon lemaradtatok, Kembe Sorel kint volt az olimpián. Úgy szeretem az ilyen önkéntes rendőri. Az nem baj, ha nem hallgatja, csak tudod, amikor valaki úgy okoskodik, hogy egyébként sok felkiáltójá halálosan komolyan küldi, hogy mi milyen hülyék vagyunk, mert erről lemaradtunk, úgyhogy pontosan negyed órája beszéltünk Kembe Sorel. Ezt imádom, mikor valaki így osztja azért. Hogy mennyire nem szeretnék vele élni. Te jó Isten! Képzeld el, ha ő a férjed vagy a feleséged, nem? Egy ilyen ügyeletes főokos. Nem megmondtam, hogy nem megmondtam. Ügyeletes főokos.
nem megmondta, ez nem így kell csinálni. Úristen, képzeld el a feleségét, vagy a férjét. Attól függ, hogy nő vagy férfi. Ugye, akik így hallgattak. Igen, de... annyira szeretem az ilyen. Nagyon lemaradtatok, gyerekek, tudod, és ő megérkezik. Megjött a megszólásba, és most okos, tudod. Nagyon lemaradtatok, tiszta hülyék vagytok, sok felkeltőjel. Hát ennyire felszínesek vagytok, föl se készültetek. Hát Istenem. Akkor kérek csak elnézést, hogyha egy naurui hölgy írta volna, mert ott még esetleg szállót is cserélhetnénk. Ott még azért oda tudnánk kérni, igen. Beszéltünk, köszönjük, beszéltünk ebbe szorára. Pont egyébként fél órája. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.